Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és külön öröm, hogy itt van velünk dr. Csík Maria Beáta, aki egy gyógynövény doktor, gyógygombákkal gyógyít, és nagyon nagy terápiás tapasztalata van. Én nagyon, hát most már néhány éve ismerem Beát, és nagyon sok jót tudok elmondani róla, és hatalmas nagy szakmai tudása van, és nagyon sok gyógyulás van már mögötte, úgyhogy nagyon fogadjátok őt sok szeretettel, és nagyon-nagyon kívánom, hogy mindenki megtalálja azt az információt, amire szüksége van. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, igazán örömmel üdvözöllek benneteket, és ha megengeditek, azért tegeződöm, mert egy sokatokat már ismerlek, a mai nap folyamán találkoztunk. Tényleg örömmel jöttem ide, és nagyon jó dús két napot töltöttem itt. Az, amit én most átadok nektek, az egy ilyen megközelítés abból, hogy mi az, amit hasznosítani tudtok majd a gyógygombákkal kapcsolatban. Egy-két szóban elmesélem, hogy ahogy az én életutam történt, a gyógyszerészettől hogy jutottam el a teljesen természetes anyagok használatáig. Megtanultam először is, hogy a gyógyszerek hogyan mit tesznek és mit tudnak helyretenni a szervezetünkben, és láttam azt, hogy mi a hiányosság ebben. Attól kezdve én elkezdtem valahogyan azt kutatni, hogy mégis mi lehet a háttérben, mi az, amitől még mindig előjönnek betegségek, és miért nem javulnak jobban. És a gyógynövény intézetben én aztán ledoktoráltam a gyógynövényekből. Elkezdtem ezzel foglalkozni, azzal, és még mellette egy csomó fajta természetgyógyászati irányzatot tanultam, mert mindig azt figyeltem, hogy hogyan lehetne még jobban a hátterét kideríteni, hogy mi az, amitől jobban beindul a gyógyulás. Oda jutottam a végén, hogy elkezdtem aztán a pszichológiai területtel is foglalkozni, hogy mi van még a lelki problémákkal, mit tudunk még abban segíteni, hogyha valaki felismeri, hogy mitől beteg. És aztán egyszer csak találkoztam a gyógygombákkal. Amikor én először ezzel találkoztam, az egy érdekes dolog volt, még akkor dolgoztam gyógyszertárban, és egy betegem azt mondta, hogy az egyik gyógyszerét ő most nem kéri, mert már gyógyult eléggé, és rögtön megkérdeztem, hogy lehet az, hogy nem kér egy gyógyszert, mert hogy fel volt egyébként írva, és hogy be volt állítva, de hogy már jobban van, engem ez hú, de érdekel. És akkor oda jutottam, hogy azt mesélte, hogy ő elkezdett fogyasztani egy gyógybombát, amitől neki rendeződött az egyik problémája. És akkor én így kezdtem el azzal a gondolattal, hogy hát akkor, ha ez is használ, akkor egészen biztosan, hogy engem érdekel. Amikor azt láttam, hogy az emberek, ahogy én foglalkozom egyre több pácienssel, mert jöttek aztán hozzám kérdezgetni, mindig amikor gyógygombát adtam nekik, akkor mindig azt vettem észre, hogy egyre jobban, egyre hamarabb gyógyulnak. Először mindig úgy alakul ez a gyógyulás, hogy először megnövekszik a jó kedvük, a hangulatuk, és akkor utána kezdődik meg a gyógyulás folyamata. Így aztán én, amikor megírtam még egy diplomamunkát a gyógygombákból, akkor elkezdtem azzal törődni, hogy vajon hogyan lehet ebből egy ilyen komplex gyógyulási útvonalat létrehozni. Azt látjuk, hogy a szervezetünk eléggé részletesen behálózta mindennel az utolsó sejtekig magát, így aztán egészen nagy utat kell ahhoz bejárnunk, hogy megtaláljuk, hogy hol van az a gyökér indok, amit igazából kezelni kell. Amikor megnézzük a testünket, nagyon fontos azt is megállapítanunk, vagy inkább megtalálnunk, hogy hol van az a feszültség, ami a szervezetben rögzül. Az a baj, hogy tulajdonképpen elhanyagolják az emberek annak a fontosságát, hogy egy csomó probléma a feszültségekből jön létre. Amit én észrevettem, hogy a gerincünkön is tartunk magunkon egy csomó olyan feszítettséget, egy sok olyan elfojtott érzést, ami egy olyan blokkot okoz, amitől nem tudunk esetleg meggyógyulni rögtön. Azt nem tudom, hogy a baloldali kis méretű betűk mennyire látszanak, de lehet, hogy egy villanyt esetleg még talán lehetne segíteni rajta, de lesz ennél sokkal jobban látható ábra.
A feszültség, elfolytás, harag, ellenállás, emlékek és minták, ez van fölülre oda felsorolva. Ezt azért írtam oda, mert körülbelül ilyen sorrendben, így egy komplexben jön létre az, ami betegséget okoz. Tudjuk ugye, hogy a betegségek nem egy hét alatt jönnek létre. Azért ezt már mindenki úgy gondolom sejti, hogy mondjuk egy hasnyálmirigy probléma az nem most jött létre a múlt héten, hanem úgy szépen huzamosabb ideig hurcoljuk magunkba ezt a szeretethiányt, a félelmeinket, esetleg a haragot, esetleg egy-két ilyen érzelmet, és mindegyiknek megvan a saját pontja. Gerincnek a feszültségei azok azért fontosak, mert egy-két tartásiba, vagy egy-két feszültség, ahogyan élünk, az bezáródik tulajdonképpen a csigolyánknak a nyomódásaiba, egy olyan nyomás keletkezik a csigolya feszültségeiből, hogy két csigolya közötti kilépő gerincpálya, ami beidegez egy szervet, az már eleve lehet terhelt és lehet feszült. Ebből az következik, hogy az a jó módszer, hogyha elkezdjük felismerni a betegségeinket, a vonal alá azt kezdtem el írni, hogy mi az a mód, ahogyan meg tudnak indulni a betegségek. Én eléggé komplex módon sok irányban kezdem gyógyítani a pácienseket, és talán így alakult az, hogy egyre többen gyógyulnak, mert ha egy kicsit segítünk azzal is, hogy mire jöjjenek rá, akkor még jobban megindul valahogy a gyógyulás. De természetesen ehhez kell egyszer felismerni egy gyökér okot, aztán egy kicsit növelni az energiaszintet ahhoz, hogy ő aztán fel tudja oldani azt a problémát. És itt jöttek aztán be a képbe a gyógygombák, mert azt vettem észre, hogy ahogy több energiája lesz egy páciensnek, sokkal jobban tud szembenézni a problémáknak a megoldásával. És akkor megindul a feloldódás, felszabadulás, és aztán a gyógyulás. Ez az út. Én erre jöttem rá. Tehát úgy ezt szeretem, hogyha ezen a vonalon haladunk. Én is meg kellett, hogy tanuljam valahol, úgyhogy egy-két olyan képet raktam be, ahol itt azért az ismerősökkel én vadul indultam, hogy ezt nekem meg kéne tanulnom, és meg kéne értenem, hogy melyik gyógygomba hogyan segít. Tanáraim egy-két olyan segítőm van a képen, akitől rengeteget tanultam annak idején. Mindig egy-egy előadáson, egy-egy doktortól is itt, ahogy látják, megpróbáltam elsajátítani, hogy mik a különbségek a gyógygombák között. Nehogy azt higgyétek, hogy én is az elején teljesen tisztában voltam vele, hogy mik a különbségek köztük. Amikor elindulok egy pácienssel, akkor nagyon gyakori, hogy a béltisztítással kell kezdeni, úgyhogy ezt is így megemlítem azért, hogy sokszor gyógyteákkal, vagy egy-két olyan termékkel rásegítünk a gyógyulásra, ami mondjuk megindítja a lugosítást, hogy ez a savas közeg a szervezetünkből kijusson, amivel a méreganyagokat írtól jól tudjuk rögzíteni. Jó, ha egy kicsit módosítunk az életmódunkon, vagy egy-két lelki problémán. Ami aztán az egyik kulcs, hogy elkezdjük tisztogatni a szervezetet. A Ganoderma lucidum az egy olyan pecsétviaszgomba, amivel talán a legtöbbet foglalkozunk a terápia során. A legtöbb embernek segít, rengeteg olyan betegség van, ami ezáltal gyógyul. És ez az a gyógygomba, aminél én felismertem azt, hogy mi is a titka ennek, hogy megnöveli előbb az energiaszintet, és utána kezdi el gyógyítani a betegséget. Sorba fogok rajta azért menni, egy-két olyan titkot is elárulok nektek, hogy mi nekem a kedvencem ebben a gyógygombában, hogy mi adja meg azt az erőt. A Ganodermának két frakciója használatos. A fiatal korában leszedett gomba egy olyan védő funkciót ad a sejtünknek, amivel a sejtfalat megvastagítjuk, egy védelmet biztosítunk, elkezdi összezsugarítani a terjedő burjánzásokat a szervezetben. Mondok ilyen általános kulcsszavakat, hogy így nagyjából legyen képetek róla, hogy mire használatos. Növeli az életerőt és növeli az immunrendszernek az erejét. Mindezekért a legtöbb poliszaharid anyag a felelős, ami ebben a gyógymagában van a legtöbb. Olyan anyagok, amiket inkább úgy mondjuk, hogy cukormolekulák, tehát olyan fajta poliszaharidok, amik egyébként ismerősek ám a gyógyászatban, csak sokszor izolálják őket. Nekünk meg itt van egyben, egy csomó más anyaggal, enzimekkel gyógyítva.
enzimekkel vegyítve. A másik frakciója az öregebbik gyógygomba, úgy mondjuk, hogy 3 hónaposan leszüretelt, úgymond öregebbik változata. Az a különbség a kettő között, hogy a Ganoderma RG-nek nevezett, úgymond 3 hónapos öregebb gyógygomba, ez a szervezetből elindítja a kitisztítást. Mindenfajta salakanyag pucolását, úgy mondjam, hogy mondjuk a máj méregtelenítésére is ez nagyon jól felel, hogyha ezt elkezdjük adni a pácienseknek, akkor kisepri az ereket, az ízületeket, tisztítja a vért, rendbe teszi a koleszterin szintet, tehát egy ilyen általános tisztító hatást fejt ki. Nagyon sok speciális hatás különbség van köztük, ezért én majd folyamatosan beszélek róla, hogy mik a kis különbségek. Remélhetőleg, mikor már majd innen hazamentek, tudni fogjátok nagyjából, hogy mik azok azok a speciális különbségek köztük, amiket érdemes megjegyezni. Ez az öregebbik gyógygomba, ez nagyon jól gyógyítja az allergiát, nagyon erősen tisztítja a szervezetet, egy-két allergén anyagot is ki tud szívni. Egyetlen egy dologra kell figyelni, hogy a nagyon legyengült szervezet az nem bírja rögtön ezt. Hogyha elkezdjük adni esetleg annak a betegnek, aki idősebb, és már régóta mondjuk egy 40 év alatt összegyűjtjük a méreg anyagainkat, ugye el lehet képzelni, hogy ha azt mi hirtelen elkezdjük kitisztogatni, akkor nem annyira bírja elviselni a szervezet, mert először még azt akkor ki kell takarítani mondjuk salaktalanító teával, vagy valami fajta, vagy sok vízzel. Valahogy ki kell mosni a szervezetből. És arra jöttem rá egyszerűen, hogy van egy-két páciens, akinél nem mindig ezzel kell kezdeni. Tehát azért van a fiatalabb frakció. Az erőt ad a testnek, megnöveli az energiaszintet, azzal felerősítjük a szervezetet, és akkor utána jöhet majd a tisztítás. Tehát ilyen lépcsőzetesen szoktam haladni. Ez most csak az én technikám, amivel indulok, jó? De nagyon sok ember egymás mellett mind a kettőt bírja, és nagyon jól használja. Az az érdekes, hogyha megnézzük ezt a két gombát, itt különböző módon látható kapszulába is külön vannak bontva. Ez egy gombának a két külön szüretelése. Ugye ezt mondtam én fiatalnak, ez a Ganocélium névre hallgató fiatal pecsétviaszgomba. Az előző ábrán, ugye elmondtam, ez a védő funkciót biztosítja, és erősíti a testet. Ez pedig a tisztító funkciót biztosítja, és általában kiseper minden méreganyagot a szervezetből. Sok mindent fogok még róla mesélni, csak így képbe helyeztem nektek, hogy nagyjából így látható legyen. Ennek az anyagai, főleg a triterpének, aminek az a jellegzetessége, hogy keserű anyagok tulajdonképpen, ezért bele van keverve kávéba is, mert nagyon hasonlít egymásra a kettő íz. Ezek a növények az immunrendszerünkre olyan jó hatással bírnak, ezek a gombák, hogy lehet adni a hiperaktívan reagáló immunrendszerünkre is. Ezért úgynevezett adaptogén hatásúak, ami azt jelenti, hogy amikor az immunrendszerünk nagyon intenzíven reagál, akkor úgy mondják, hogy hiperaktívan, vagy esetleg autoimmunnak is hívják, amikor felborul. Az autoimmun betegek attól félnek mindig, hogy ők nem tudnak akármilyen szert használni, mert hogy egy általános immunerősítést nekik nem szabad adni. Na, hála Istennek, ez a gyógygomba, ez egy olyan termék, amelyik az immunrendszernek az ingadozását is tudja kezelni. Ezért nyugodtan adható az alacsony immunitású, gyenge embereknek, mert felerősíti, és nyugodtan adható, akik hiperaktívan reagálnak, azok is szépen megkapják azt a harmóniát tőle. Ebből végül is az volt a lényeg csak, hogy van egy-két ilyen növény, mint például a maca, és egy-két mint a ginzen, na de a Ganoderma is ilyen. A fő hatóanyagai közül egy-kettőt említek azért kémiailag is, hogy valami maradjon, ilyen információ is. A poliszaharidokat említettem, ebből egy hatóanyag jobban ismert az embereknek,
a triterpének a másik ilyen csoport, és van egy olyan harmadik csoport, a nukleotidok, ami egy olyan molekula, ami az energiaszintünk emelésért felelős. Erről mindjárt fogok még beszélni. Fontos, hogy van egy csomó szerves germánium ebben a gyógygombában, ami egy kicsit egy olyan hatást biztosít, ami a piacon egy nagyon hiányos, nagyon kevés növény tartalmaz ilyen anyagokat. Az immunrendszerre, a vírusok elleni védekező képességünkre és a idegrendszerre is hatást fejt ki, és egy jó pár más anyag is még szerepel benne. Van egy olyan hatóanyag csoport, amit azért itt meg is említek, például a sterolok, amire egyszer mondták, hogy gondolkodnak az emberek azon, hogy de hát hogy vannak benne szteroidok, akkor hogyan lehet ilyet beszednünk egyáltalán. Ezek a természetes megtalálható, természetes állapotban megtalálható szteroidok, amik igazából sterolok, a növényekben van néhány, és nem olyan, mint a szintetikusan előállított szteroidok, amik bekerülhetnek esetleg kívülről a szervezetbe. Nagyon jó ezt megkülönböztetni, nem kell tőle egyáltalán félni. Gyulladás csökkentésért felelősek. A legfontosabb hatóanyag csoport, tehát nézzük, ami igazán hatásos, például az immunrendszernek a fokozására a beta-D-glükán is ebben a hatóanyag csoportban van, tehát a poliszaharidok, amint fő immunerősítőként, érdekes módon mostanában úgy veszem észre, hogy nem is olyan sokan ismerik, de régebben ez egy elég elterjedt hatóanyag csoport volt, sokat kutattak róla, beta-D-glükán szirupokat is lehetett kapni már kisgyerekeknek, és abban ugye az a rosszabb, hogy ott csak egy hatóanyag van kivonva, nekünk pedig egy egész hatóanyag csoportjaink vannak egyben ebben a növényben. A poliszaharidok fő hatása elsősorban a daganatgátlás, az immunrendszer emelés, védi a gyulladásokat, a nyálkahártyákat belülről, és olyan hatása van, hogy például egy olyan betegnek is adható, aki nagyon érzékenyen reagál mindenre. Ez az a tipikus helyzet, amikor én még annak idején találkoztam egy olyan pácienssel, hogy ilyen foltos volt a bőre, és azt mondták neki, hogy autoimmun beteg, és hogy most akkor ő aztán nem szedhet ám az arcára semmit, mert hogy nem tudja, hogy hogyan reagál a szervezete. Nagyon gyakran találkozunk olyan páciensekkel, akik azért nem merik gyógyítani magukat, mert megijesztik, hogy nem használhatnak bármit. Pedig hála Istennek most a kezünkben van egy olyan anyag, egy olyan növény, ami igazából teljesen harmonizálja a szervezetnek a működését, és egy csomó ingadozást is helyre tesz a testünkben. A keserűanyagok csoportja a terpenoidok, amelyek főleg az ergében, tehát az öreg ganodermában vannak jelen, illetve abban több van, a vérnyomásnak az ingadozásáért felelősek, és az érfalakra hatnak még. A koleszterin zsíranyag cseréért felelősek, és ezáltal a vér áramlását javítják. A májból kiszedik a méreganyagokat, és úgy veszitek észre majd, hogy olyan a hatása körülbelül, hogy mindent elkezd rendbe tenni. És olyan érdekes, hogy amiről nem is tudtok, hogy már van még, az még előjöhet. Tehát felhozza szépen azokat a dolgokat, amikkel foglalkozik a szervezet, de csak a háttérben foglalkozik vele, és nem tudjuk, hogy azzal igazából törődni kéne. Tehát az a jó ebben a hatóanyag csoportban, hogy megtalálja a problémának igazából a gyökerét, és olyanokat, ami el van raktározva bennünk. Jó? Ez egy nagyon különleges dolog ebben a gyógygombában. Van egy olyan hatása ennek a csoportnak, amit úgy vettem észre, hogy mondjuk az allergiának a gyógyulását segíti.
Az történt ugyanis, hogy most tavaly év vége felé, augusztusban nagyon erős allergia szezon volt. És amikor egy-két ismerősöm jelentkezett, hogy neki máskor már rég megszűnt az allergiája, akkor kiderült, hogy most megint előjött, és megint újra fellobbant. Mondtam nekik, hogy szedjenek ebből az öreg ganodermából többet, mondjuk 3x2-t egy pár napig, és azt vették észre, hogy úgy beindult a javulás, hogy így minden váladék ürült ki a szervezetéből, még erősebben elkezdett esetleg tüszögni, és még jobban, de tisztult folyamatosan kifelé minden. Tehát így beindította még az elraktározott dolgokat is. Vagy volt olyan ismerősöm, akinek elő, na, inkább a saját példámat. Egyszer csak, ahogy szedtem évenként, már évek óta folyamatosan a gyógygombákat, hol egyiket többet, hol másikat, egyszer csak oda jutottam, hogy idén észrevettem, hogy elmúlt a napallergiám. De ez egy fantasztikus dolog volt, mert én gyerekkorom óta úgy nőttem fel, hogy mindig hólyagos voltam nyáron. És most nyár végén döbbentem meg, hogy tényleg eltűnt. Nem voltam egyáltalán olyan. Tehát körbe így gyógyít a gyógygomba, lehet, hogy egy csomó ideig nem is tudjuk, hogy mit kezel bennünk, és így aztán hozza ki, így takarítja ki a szervezetünket. Na, a kedvencem, az adenozin. Ezt azért el szoktam mesélni, hogy mindig azt teszem észre, ugye, hogy több energiájuk lesz az embereknek. Na, de miért? Mert van egy olyan hatóanyag csoport itt, vagy egy olyan hatóanyag ebben a gyógygombában, a ganodermában, jelentős mennyiségben, ami tulajdonképpen az energia háztartásunkért felelős, mégpedig a sejtmag belsejében, a mitokondriumokban van az energiaellátási központ, és ott beépül egy olyan molekulába, amit úgy hívunk, hogy ATP, adenozin trifoszfát, az a lényeg, hogy ebbe tároljuk mi a saját energiánkat a kémiai kötések formájában. És amikor bevisszük ennek egy részét, az adenozint, igazából nem kell itt semmit írnotok, mert nem olyan fontos, sokkal látványosabb, tessék nézni, gyönyörködni. Ez az adenozinunk a bal oldal, ez pedig a mi energiatároló molekulánk a jobb oldal. És amint lehet látni, ennek a jobb oldala, ez a rész, ez ugyanaz, mint az. Tehát az a rész beépül ide, és ebbe kötjük az energiát. Magyarul ebben csak az a különleges, hogy én élvezem, az egy dolog, de hogy az a különleges ebben, hogy ti is tudhatjátok most már, hogy ezáltal lesz több energiánk, hogy azt a molekula részt, azt megkapjuk eleve már itt van készen a szánkban, és amikor szedjük, akkor egyszerűen azt vettem észre, hogy az embereknek, ha egyszer ez a molekula több lesz, akkor nyilván több energiájuk lesz. Magyarul ez az oka annak, hogy feldobottabbak válnak végre az emberek, ami azért ugye tudjuk, hogy Magyarországon nem egy ártalmas dolog, mert hogy nagyon, nagyon szükség van erre. Szerves germániumról pár mondatot mondtam, de igazából nem annyira fontos, nem bizonyított teljesen még a kutatási terület, hogy hogyan hat, de olyan különlegesen aktiválja az immunrendszert és az idegsejteknek a ingerület átvezető képességét, hogy egy ilyen nagyon jó gyógyulásokat indító anyag. Tulajdonképpen az a jó benne, hogy olyan dolgokat tud regenerálni, amit más nem. A következő gyógygomba a cordyceps. Később mesélek még olyan betegségekről, amik az igazán tipikusan gyógyulnak az egyiktől és tipikusan a másiktól. Azért, mert a sok-sok-sok száz beteg alapján egészen furcsa módon elkezdtem megérteni, hogy mik a különbségek köztük, melyik gyógygomba melyik területre van igazán speciálisan jó hatással. A cordyceps az tulajdonképpen az oxigén cseréért felelős. Egy olyan gyógygomba, ami nagyon magas fennsíkokon él, és azon a területen megtanulta a kevés oxigént nagyon jól használni. Az az érdekes ebben, hogy ezt át is tudja adni a mi szervezetünknek. Úgyhogy azt vettük észre, hogy akik futnak, azok egyre jobban bírják az oxigént, a kevés oxigénnel is egyre több kört. A sportolók szokták észrevenni, hogy több kört futnak. Hála Istennek az emberek érzik, hogy
potenciálisan is fel vannak dobódva, és hogy egyre jobban működnek otthon, úgyhogy szokták bele javasolni, hogy csempészük csak bele egymásnak a kapszulát, de hogy a lényeg az, hogy lehet ezt bátran szedni, hölgyeknek is és uraknak is egyértelműen jó feldobó hatású, de mindenképpen egy vérkeringés fokozó hatású, tehát azt kell tudni róla, hogy segíti a vérkeringést, a vérnek az oxigén szállítását, mindenféle kapilláris ereknek a működését. Ezáltal természetesen olyan helyen van igazán szerepe, ahol nagyon apró mikroerek vannak, tehát a csontban például, ahova más nem nagyon jut be, például az agykeringésbe, a szerepe van a hormonok egyensúlyában is, és erről még sorban nagyon sokat beszélek most, mert a Cordyceps egy nagyon igazán kiváló gyógykomba. Hasonló hatóanyagai szintén azért vannak, mint a Ganodermának, de kifejezetten speciális a véráramlás segítő, vagyis a vérnek a hígításáért felelős hatás. Az egy olyan dolog, amit azért nem szabad elhanyagolni, ezért egyetlen egy területen kell azért odafigyelni rá, hogyha valaki vérhígítót szed, akkor ezeknél, ennél a gyógygombánál olyan szép óvatosan kell vele indulni, vagy esetleg inkább a Ganodermával kell indulni. Van neki egy különleges hatása, észrevettem, hogy regenerálja a szövetállományokat, a sejteket, és erre úgy jöttem rá, hogy rugalmasabb lesz tőle a bőr, és egy-két olyan betegség eltűnik, ami eredetileg volt. Ezt úgy képzeljétek el, hogy hallottam egy előadást, amikor elmesélte egy apuka, hogy a kislányának a szívének volt egy plusz tágulat, ami egy ilyen plusz lyuk volt, ahol nem kellett volna. És ment a kontroller vissza, adta neki a gyógygombát kakaó formájában, és én mikor ezt hallottam, akkor elkezdtem azon gondolni, ja, mert mondta, hogy visszamentek a kontrollra egy év múlva, és egyszerűen nem volt ott az a lyuk, az a tágulat. Vagyis regenerálódott a szíve, és én akkor ezen elkezdtem gondolkodni, és arra jutottam, hogy képes beépülni, ahogy egy-két tanulmányt átolvastam, rájöttem, hogy képes beépülni a DNS-be ez a hatóanyagunk. Mert van, tehát hogy ez a gyógygomba tartalmaz egy olyan hatóanyagot, ami egyszerűen képes beépülni. Ez magyarán azt jelenti, hogy regenerálni képes a sejteket. Ez valami fantasztikus. De tényleg úgy érzik az emberek, hogy fiatalodnak. És ezt azért raktam ide ezt a képet, hogy úgy látványosan megmaradjon, jó, hogy rögzüljön, hogy ilyeneket fogunk tudni csinálni. Vannak, akik már így jártak vele. A teljesítménynövelő hatása, az oxigénkeringető hatása kifejezetten érezhető, ide körülbelül azt írtam le, amit eddig elmondtam. Ami tulajdonképpen természetesen, hogy mind a két gyógygombában van, de valahogy a Cordycepsben ez a fontosabb rész. Ez sokkal többet tartalmaz ebből a nukleotidból. A gyógyhatásait kettő oldalon fogom elsorolni nektek, annyira jól működik a szervezetre. Kifejezetten fontos, jó, hogyha úgy jegyzitek meg, hogy minden olyan területen nagyon jó hatású, ami a vízzel, a vízenyővel és a vízkeringetéssel összefügg. Tehát a vesének a kiváló gyógyítója, ami a vizelet háztartással összefügg, húgyhója, vesegyulladás, stb. Minden ilyen terület. Akkor a másik nagy terület a tüdőkapacitás, ezért a futó teljesítmény, a tüdőnek a keringése. Ezért rendkívül jó hatású például asztmás betegnél, hogy értsétek, a mikro ereket, a hajszál ereket annyira jól átmozgatja, hogy a tüdő egészen mikro kis kapillárisait is egészen jól meg tudja tisztogatni. Ezért, ha például adtam egy asztmás betegnek, 3 hét múlva mentem arra, kérdeztem, hogy hogy van, azt mondja, hogy egészen döbbenetes módon viszi fel a fát a teraszra és az emeletre, és nem liheg. Tehát, hogy egészen rövid idő alatt nagyon jól érzik a hatását. Van egy olyan hatás, amit említettem, hogy a véráramlást segíti,
és még a stresszt és a szorongást is oldja, de inkább úgy, hogy így ilyen jókedven pörgeti meg a szervezetet. Lerajzolva, egy képen mutatva talán képként jobban rögzítitek, tehát az agy keringésére, a szív keringésére, a vérereknek, a kis sejteknek, a oxigén tároló képességére is jó hatású. Ezen kívül nagyon jelentős hatása van a daganatterápiában, de egy olyan érdekes hiánypótlással, hogy volt egy feltalálás, egy Nobel-díj azért, mert valaki feltalálta azt, hogy az oxigéndús állapotban, az oxigéndús sejteinkben nem terjed a rákos betegség. Tehát, ha valaki többet mozog, jobb az oxigén ellátása, és jobb a vérnek a keringése, jobb az egész testnek a pörgése, akkor már eleve egy kisebb esélye lesz a daganatnak a terjedésének. Ezért rendkívül fontos, hogy aki esetleg nem mozog eleget, az tudjon erről, vagy ha más nem, akkor a kordicepszer rá tud segíteni az oxigént bevinni a szervezetbe. A több oxigénnel annyit kell figyelni, hogy ha elkezdjük szedni a kordiceps, vagy elkezdjük adni egy betegnek, például láttam nemrég egy MR leletet olyan agykeringési problémáról, hogy egy ismerősnek volt memória zavara, és elküldték MR-re, és én láttam már az oxigén hiányos területet az agyban. Lehet látni ugye a képeken. És akkor ezt az oxigén hiányos területet, ugye ilyenkor nem tudja átjárni az oxigén, a véroxigén ugye egyáltalán ambló. Egy kicsit ilyenkor memória zavart okoz, de okozhat szédüléseket is. Na most ebben az esetben elkezdtük adni gyorsan a kordicepszet kétszer egyet, és jelentkezett a kedves ismerős, hogy elkezdett fájni a feje. Tehát ez volt a hatásnak igazán a kulcsa, hogy erre rá tudtunk jönni, hogy kaptam visszajelzést, mert mondtam neki, hogy látod, ez az, amikor a rengeteg oxigéndús vér végre beindult volna a fejébe, így elkezdett áramolni, de ott volt egy érszűkület, és akkor ott még nem tudott átmenni annyi vér, amennyit mi szerettünk volna. Tehát jelezte a szervezetünknek, hogy ott még rá kell egy kicsit dolgozni még az értágításra konkrétan, és akkor már utána segített neki. Tehát egy kicsit visszacsökkentettük egyre, utána tettünk még egy lépést olyan anyaggal, ami kitágította még jobban az ereket, kicsit variáltam rajta, és akkor utána megindult, és már milyen jó volt, annyira jól van, mint a csoda. Tehát, hogy egészen döbbenetes módon jelez nekünk ez a gyógygomba, tehát bármit észrevesztek, ez egy nagyon fontos információ, hogy megtalálja, hogy mit, hol kell kezelni. Fontos terület az ízületi fájdalmak, szintén a kordicepszel nagyon szépen lehet rajta javítani. Becsipődések, gerinc problémák, csontbetegségek, és a hipofízisnek, az agyalapi mirigynek a betegségei, tehát mind hormon jellegű betegségek. Én úgy szoktam mondani, hogy azért tinédzserkor után adok inkább a kordicepszt, pont ezért, mert nagyon jól azért hat a hormonrendszerünkre is. Felrajzolva szintén képen látványosabb talán, hogy a tüdőnek és a vesének is ugye a gyógyítója, hogy még jobban meg tudjátok jegyezni. Na, ha még bírjuk, akkor az oroszlán serény a harmadik, és most azt gondolom, hogy nem is fogok más gombáról beszélni. És utána nagyon sokat mesélek a hatásairól részletesebben, és adagolásokat is fogok mondani, úgyhogy lehet közben gyűjtögetni a kérdéseket, meg felírni, mert aztán utána végig tudunk egy-két olyan kérdésen is menni, ami esetleg speciálisan benneteket érdekel. Rengeteg olyan tapasztalat meg történet van, amit átéltem ezekkel a gyógygombákkal. Egy rákos betegemmel például elindulva úgy jöttem rá egy-két külön hatására a gyógygombáknak, hogy melyik speciálisan mit tud, hogy elkezdtük használni a két gyógygombát, Ganodermának a fiatal és az idősebb változatát, és arra jöttem rá, hogy a daganatos betegek
rendkívül jól gyógyulnak a fiatal gomba, a fiatal ganodermának a szedésével, valahogy döbbenetesen jól a sejtjeik elkezdenek esetleg vastagodni, zsugorodni, és sokkal jobban bírják még akkor is, hogyha kemoterápiát vagy bármilyen daganatterápiát kapnak mellette. Viszont ha az öregebbik változattal kezelünk, akkor azt nem annyira bírják elviselni, mert még gyenge a szervezetük. És akkor ilyenkor mindig azt csináltam, hogy lejjebb csökkentettem az öregebbik ganodermát, és utána megemeltük a fiatalt, és ezzel jobb hatást értünk el, és nagyon szépen beindult a gyógyulás. Szoktam mellette még adni egy kis zöld algát, spirulinát, ami meg úgy mondta, volt egy petefészek rákos hölgy, aki nagyon szerettem, ő volt az első páciensek közötti, rögtön azt mondta, hogy mikor kijött a műtétről, akkor hol van a kis spirulinám, és nyúlt az algáért, hogy az adott neki erőt, azon érezték a leggyorsabban, mert feltölti még egy csomó enzimmel, ásványi anyaggal a szervezetet. És ő úgy csinálta például, hogy a ganodermát szedte folyamatosan, a cordycepset az egyik hónapba, a spirulinát másik hónapba, és így váltakozva például nem mindig szedi mindenki mind a hármat, azt is lehet, de igazából az is nagyon jó, ha már egyik hónapba tesz hozzá egy kis oxigént, ugye a másik hónapba egy kis ásványanyagokat még a spirulinával, tehát megvan ezeknek is a helye. Na, nézzük ezt az oroszlán sörény gombát, mostani kedvencem újammal, mert hogy most már megbarátkoztam mindegyikkel. Az oroszlán sörény gombával ugyanis az elején nem tudunk mit kezdeni, mert nem annyira érthető a hatása, míg aztán egyszer csak beleütközöl egy-két cukorbeteg ismerősbe, és egyből tudod, hogy mit kell vele kezdeni. Ugyanis a legjobban gyógyítja a hasnyálmirigyet. Az egyik legjobb hatása, és a másik pedig az idegpályákat. Ez két olyan fő hatás, nem biztos, hogy ebben a sorrendben írtam fel, igen, hanem mindegy igazából csodálatos hatása van az idegpályáknak a regenerálására. És ez egy olyan termék, ami hát tulajdonképpen itt ugye nem is látjuk. A lényeg az, hogy az oroszlán sörény, mint itt a képen látható, egy olyan hatású gyógygomba, ami az idegpályáknak a lemerülését helyre teszi. Van egy csomó olyan állapot, amikor stresszben élnek évekig emberek, vagy mondjuk szülnek pár gyermeket, és így lemerülnek. Egyszerűen a 3-4 gyerek csak úgy jön, és akkor az történik, hogy azt veszi észre, hogy úgy egy kicsit kimerős. És ugye ekkor jön a jó kis reklám, hogy halljuk, hogy mivel lehet még helyreállítani az idegrendszert, megápolni, de egy nagyon jó kulcs a kezünkben, amikor elkezdjük adni az oroszlán sörény gombát, arra jönnek rá az emberek, hogy jé, hogy milyen jó, hogy úgy érzik, hogy úgy nem annyira stresszelnek, már majdnem mindenki csinál a gyerek, de hogy, tehát, hogy tényleg azt lehet észrevenni vele, hogy az idegpályáknak a burkoló anyagát, ugyanis úgy hívják, hogy mielin hüvely, és ez a mielin hüvely, ez egy fehérje burok, ez védi az ideg sejteket. Ez beburkolja, és amikor sok stressz vagy nagy fáradtság ér minket, akkor elkezdenek ezek vékonyodni. És hogyha ezt a gyógygombát szedjük, ez képes ezt regenerálni. Ezt tudja regenerálni meg a B-vitaminok. De eddig csak az volt a kezünkben, hogy B-vitamint lehet szedni, mikor valakinek ilyen idegfáradtsága van, idegkimerültség. Biztos hallottatok már ilyeneket. És most meg azt tudjuk csinálni, hogy ez valami csoda, amit csinál ez az oroszlán sörény gomba, vagy majomfejgombának is hívják. Egyszerűen például egy olyan állapotban is, amikor valaki elkezd már remegni, meg felejteni, meg egyre rosszabb a memóriája, akkor az azt jelenti, hogy épülnek le az idegsejtjei szépen, így ez a burkolóanyag, és elkezdjük neki adni, hát olyan durván 3 hét után elkezd a kézremegés egy kicsit csökkenni. Volt olyan néni, aki most kapott a nyáron, és szóltak nekem vissza, hogy 3 hét után már csökkent a kézremegés. Ez ezért van, mert visszaépíti ezeket az idegpályákat. Ugyanakkor ezen a módon hat a gyomoridegekre is. Tehát amikor valakinek az idegesség és az állandó aggódás összeszorítja a gyomrát, és nagyon rossz lesz a bélműködés, vagy a gyomorfelszívódás, vagy túl sok savat termel az idegessége, ez mind-mind véd, ez az oroszlán sörény gomba, véd
ezek ellen a tünetek ellen. Úgy mondhatjuk, hogy elkezdi szedni az oroszlán sörény gombát, és egy idő után mondjuk, hogy kevésbé lesz érzékeny a gyomornyálka hártya is. Mert ennek a beidegzéséért is ezek az idegek felelősek, amit újjáépítünk. Szépen megvastagítjuk újra ezeket a burkoló fehérje burkokat. Na most, amikor elkezdünk kezelni egy gyomorbeteget, akkor hiába akarunk mi attól még 4x1-et neki adni, nem biztos, hogy mindig elfogadja, mert azt mondja esetleg, hogy neki még egy kicsit ez úgy piszkálja a gyomrát. Na most ez egy olyan tünet, amikor pont elkezd a gomba dolgozni. De ezt itt ilyenkor ki lehet egészíteni egy kis gyógyteával például, hogy megnyugtassuk mellette a gyomrot, meg még ki lehet egészíteni, amivel a fiatal ganoderma gombával, ami védi a sejtek falát, és egy kicsit még megvédi a gyomornyálka hártyát. Mert ugye elmondtam az elején, hogy az a tipikus fő funkciója a fiatal ganodermának, a gélnek, hogy egyszerűen védi a sejtek falát, megvastagítja a sejtek falát. Tehát ha kettőt például együtt használjuk, akkor nagyon jól tud lenni a gyomorbetegeknek. Ami érdekes, még ennél a gyógygombánál, hogy fantasztikus hiánypótló termék, mert a hasnyálmirigyet regenerálja, mint említettem, tehát a vércukros cukorbetegeket nagyon szépen kezeli, gyógyítja. Tehát volt nekem egy ismerősöm, felhívott tavaly télen, karácsony körül, hogy már elfekvőre küldik a nénit, mert hogy a hasnyálmirigy gyulladása van, és annyira leszedálták, fájdalomcsillapítót kapott, szteroidokat kapott, és hogy már nem tudnak mit kezdeni vele, és be akarják vinni elfekvőre. És akkor mondtam, hogy gyorsan adjunk neki ezt, és elkezdtük ganoderma gél, és hasnyálmirigyre természetesen oroszlán sörénygomba, 4 szemet kapott mindegyikből, ha jól emlékszem, és nem gélből lehet, hogy még többet, egy kicsit, és egy-két dolgot megváltoztattunk még a körülményein, és annyira jól elkezdett javulni, hogy egy olyan másfél hónapra haza is ment, persze hazavitték, és egy másfél hónap után láttam már járó betegként, csodálatos volt. És szóval nem lehet, nem szabad feladni, csak jó, hát most mondtam azért nekik még egy-két dolgot, amit kellett csinálni, de hát ez hozzátartozik, hogy nem láthatatlanban minden, hanem meg kell még egy-két dolgot mellette lépni, amire rájöttem, és akkor így végigbeszéltük. A hasnyálmirigynél még annyit kell mondani, hogy, vagy megjegyezni, hogy például egy 12-es cukros bácsinak, akinek volt prostata problémája, csontba volt már az áttét, és inzulinos cukorbeteg volt, a 3. hónapnál kezdett teljesen jó lenni a cukra, 5,6-ra lement. És ezt úgy képzeljétek el, hogy kapta a gélt meg az oroszlán sörényt, és a vérnek a sejtes átalakulási ciklusa az 3 hónap. Körülbelül 2,5-3 hónap kell, hogy úgy megváltozzon a vérállomány, tehát azt, amit sok ember gondol, hogy így a következő hónapban már mehet vérképre, az úgy nem működik, mert hogy meg kell várni azt a kis időt, amire itt megindulnak a javulások. Elindul a szervezet, és így egy ideig szinte semmi nem történik, és van úgy, hogy egy-két hónapig még talán nem is veszik észre a javulást a vérleveteken, és csöppet nem kell elkeseredni, és a 3. hónapra meg ilyen döbbenetes változások történnek, mert egyszerűen ennyi idő kell a vér átalakulásához. Volt egy leukémiás páciensem, egy jó ismerősnek egy jó barátja, és 3x2 ganodermát kapott, és 3. hónapra megkérdezték az orvosok, hogy mit szed, mert hogy annyira javult a lelete. És annyira döbbenetesen meggyógyult, már a 2. hónapnál ugyan észrevették, csak akkor még nem árultam el, és akkor a 3. hónapra meg teljesen, nagyon-nagyon sokat, majdnem teljesen normálisra ment. Erre ő azt mondta, hogy hoppá, akkor ő meggyógyult, és akkor abba hagyta, ami nem működik, nem szabad bizony.
és akkor nagy vagányon, vagy akkor egy kicsit megint lezúgott, megint lezuhant, és akkor gyorsan megint elkezdte azért szedni. Tehát azért kell adni ám, azért ilyen komoly betegségeknek, hát ne vicceljenek már, hát azért leukémia. Hát, szóval, hogy arra azt mondják ugye, hogy nem is lehet vele mit csinálni, de lehet vele, hogy ne lehetne, csak azért kell várni. Tehát minél komolyabb egy betegség, azért ott a fél évet, vagy valamennyit azért meg kell adni, vagy egy évet akár, de a lényeg, hogy csodálatos dolgokat tud a testtel csinálni. A gyógyulás nagyon szépen létre tudja hozni. Ide írtam azért egy nehezen kezelhető betegséget még. Volt egy ismerős, de nem az én páciensem abszolút, csak tudok róla, hogy meggyógyult szklerózisból, úgyhogy most már azóta teljesen helyrejött családi életet él, hála jó Istennek. És ilyenkor mindig azt kell, hogy mondjam, hogy az a minimum, hogy általában 4x1-et kapnak, és a hasnyálmirigy inzulin probléma, akármilyen cukorbetegség jelzem, nagyon szépen tud javulni, csak meg kell még találni hozzá egy-két segítő támpontot, de a lényeg, hogy 4x-től már elég nagy javulások vannak az inzulinban. Viszont, vagyis hát a vércukorban. Viszont, ha mondjuk egy idegleépülést kezelünk, mondjuk mint egy szklerózis, vagy mondjuk Parkinsonos beteget például, tehát ahol leépülnek az idegpályák, ott azért nagy mértékben meg kell ántolni az adagokat. Jó, tehát azért ez, én általában nagyon minimális adagokat mondok, de azért azt kell tudni, hogy ezt egészen meg lehet növelni. Néhány esetben, amikor tényleg fel akarunk valakit hozni, regenerálni. 4x2, 4x3, és hetente lehet emelni szépen folyamatosan, 4x5-re is akár, 8-ra is akár. Mint ahogy a betegségek egyáltalán nem egy formán kezelendők, ezért néha szoktam tudni látatlanban is tanácsot adni, de azért úgy tudni kell, hogy nem mindig megy. Van, amikor egészen konkrétan más dolgok változnak meg. Egyik ilyen ember, egy kicsit ilyen a betegség, egy kicsit olyan a másiké. Még akkor is, ha hasonló. Típusra két nagy csoportra oszthatjuk, van az enyhén nagyon gyorsan gyógyuló, enyhe adagokkal is, csak ganodermával is nagyon szépen javuló betegség. Ilyen például egy-két vérnyomás probléma, szív, egy-két olyan dolog. És van aztán a komoly, úgymond komolyabb szervi probléma, amikor már majdnem mindig segít, ha mellette még kordicepszet is adunk, és mindig meg kell növelni fokozatosan az adagokat. Nézzünk egy-két ilyet majd most sorban. El kell mondani mindig a páciensnek, hogy sokkal több vizet kell inni, majdnem mindig méregtelenedik mellette a szervezete, nagyon előfordulhat, hogy izzadékonyabb lesz, hogy ki kell ürülni a szervezetből ezeknek a méreganyagoknak, akár a vizelettel, izzadsággal, széklettel, minden lehet erősebb, és ezt el kell tudni viselni. Tehát amikor valaki meg akar gyógyulni, úgy igazán miért nem érthető az, hogyha mondjuk neki a széklete sokkal több lesz. Tehát, hogy ugye ellenkeznek a páciensek, mintha nem akarnának gyógyulni, azt mondja, de hát neki ehető hasmenése van. És hát ugye úgy gyógyul. Tehát, hogy ezt kell tudni kezelni, jó? Tehát, hogyha ha ilyen van, hát volt már nekem is nem egy ismerősöm, hogy ő köszöni szépen, nem kéri, mert hasmenése tőle. Hát örülne neki, nem? Ha megértené, hogy akkor tisztul a szervezete. Jó, tehát időt kell adni, de ilyenkor azt szoktam mondani, hogy mindig egy kicsit akkor ilyenkor vissza lehet csökkenteni, ha ilyet tapasztalunk. Hát Magyarország meg aztán ennyire egészséges emberekkel van tele. Na, tehát hogy tudnunk kell ezt azért tényleg elmondani. Természetesen főleg az ismerősök vannak így, akik rögtön mondják, hogy mit adunk a kezébe, mert hogy neki ezt okozta, de nem baj az, tehát, hogy ennek örülni kell, egy kicsit vissza lehet csökkenteni, és akkor pár napot várni, és megint utána elkezdeni újra. Ide írtam még egy ilyen érdekes tünetet. Az öregebbik gyógygomba, vagyis ez az ergé, ez mindig megtalálhat a szervezetben egy-két olyan dolgot is, amiről mi még nem is tudtunk. Tehát ezen nem kell meglepődni, előjöhet olyan panasz, mert úgy működik, mint egy szkenner. Én ezt maláziai előadomtól tanultam, Jane-től, és ő fogalmazza ezt így. Úgy működik pontosan, mint egy olyan szkenner, ami megtalálja a testünkben a lappangó hibát vagy problémát. És azt szépen felhozza, és elkezdi kezelni. Van úgy, hogy nem is tudunk róla, hogy felhozza, de van úgy, hogy nagyon szépen jelentkezik,
És annak ugye általában nem mindig örülünk, de ez a megoldásnak az útja. Ilyenkor feltétlenül kell mondani, hogy sokkal több vizet kell inni, mint eddig. Elején még jártam én is úgy, hogy a páciens bevette a Ganodermát, utána másnap reggel kiment a kapuhoz a levélért, aztán elszédült. És hát ugye, mert hogy nem veszik komolyan, hogy inni kell. Jó? Tehát, hogy megszédülnek az emberek néha a méreganyagoktól is akár, ilyesmik történnek. Jó? És akkor azt kell mondani, a legelső, ami fontos, hogy inni kell, jóval több vizet kell inni. Ami még érdekes, hogy például ezek most itt a gyógyulásnak az első szakaszaira vonatkoznak. Leginkább ilyen meglepő dolgok akkor szoktak történni. Például volt egy kedves ismerős, aki szedett mindenféle ideggyógyszert, mondjuk így. Tehát depresszió ellen, meg egyéb ilyen hangulatjavító és idegrendszeri gyógyszert, az emberek úgy szokták ezt ismerni, hogy egy kis nyugtató. Hát azok nem mindig nyugtatók, ugye vannak olyan gyógyszerek is, amik egy kicsit blokkolják az idegrendszert azért, hogy jobb hangulatban legyen a páciens, és jobban tudjon aludni, meg ilyesmi, biztos ismertek egy-két ilyet. És ezek az emberek, tudni kell róla, hogy ők érzékenyebben reagálnak például a ganodermára. A fiatal ganoderma, a gomba, az olyan jó erőteljesen beindítja az idegrendszert, és így felspannolja az energiával a testünket, hogy van, aki erre olyan jól tud reagálni, hogy már egy szemet is érez. Tehát minél fáradtabb, minél betegebb egy ember, főleg az idegrendszer esetén, akkor legyetek szívesek majd mondani neki, hogy szép óvatosan kezdje el egyet, vagy kétszer egyet, aztán folyamatosan emelheti két naponta az adagot. Jó? Nagyon kedvesen föl szoktak ilyenkor hívni, vagy gyorsan írják az e-mailbe a reakciókat, hogy mit tapasztalnak. És volt már olyan páciens, akinél egy szem is egy olyan jó hatást ért el, mondtam, hogy na, örülhetsz neki, mert ennyire hat. Egy szemet van, aki meg se érez. És ő náluk meg, akinél az idegrendszer ennyire le van fárasztva, le van kábítva, vagy tompítva, ő náluk ez egy szem is egy olyan hatást ért el, hogy egy kicsit feltuningolt a testét, magas lett a vérnyomása, újra elkezdett élni végre. És akkor ezt mondtam, hogy utána az egy szemet oldja fel egy pohár vízbe, és lassan elosztva ígya meg. Jó? Mert ő nagyon-nagyon intenzíven reagált rá. De hát ez nem baj, ez nagyon jó, csak ilyeneket meg kell tudni nekik magyarázni. Nagyon hasznos, hogyha a gyógygombák mellett mindig iszunk valami salaktalanító teát, például egészségedre. Van egy-két természetgyógyász ismerős, akik úgy használják a cordycepst, hogy először veszed a páciens mondjuk két cordycepst, és megnézi, valamikor egy szemnél is érezhető, és megnézi, hogy most álmosodik, vagy élénkül tőle. Ugyanis rájöttek arra, hogy a cordyceps annyira intelligens gomba, hogy ha van egy gyulladás a szervezetben, akkor először azt kezdi el gyógyítani. És az az érdekes tapasztalat, hogy amikor még a gyulladással foglalkozik, addig nem élénkít. És hiába mi élénkülünk tőle egy csomó ember, mondjuk 9-10-ből 9 élénkül, egy meg azt mondja, hogy milyen érdekes, hogy álmosodik, és hogy aludna folyamatosan. És erre én is rájöttem akkor, amikor egy barátnőmnek egy műtét után adtam 10 szem cordyceps-t, hogy csak mindegy, mit csinálsz, csak ebből szedjél naponta egyet, tudod. És akkor ment haza, és szedte be egyesével csak, és azt mondta, mégis úgy aludt, mint akit fejbe vertek, de mostanáig is arra esküszik, hogy ő ettől regenerálódott. Ő annyira emlékszik, hogy olyan jól elkezdett utána gyógyulni, olyan hamar, és ez a cordycepsnek a csodálatos hatása. Levitte hamar a gyulladást, felpörgette szépen utána már később a testet, de addig először még pihentette a szervezetet, hogy jobban regenerálódjon.
és ez is előfordulhat, hogy először, amikor szedi az ember, ez kifejezetten a cordyceps hatása, ganodermánál ilyet nem éreznek az emberek, de a cordycepsnél van, amikor először álmosodnak, és ez addig tart, amíg a gyulladás van a szervezetben. Utána pedig megindul újra a pörgés, az élénkítő hatás, és aztán szépen lehet tovább haladni. Na most, gondolkodjatok közben, hogy kinek van olyan betege, vagy ismerőse, akik esetleg itt nincsenek rajta már, mint hogy nem fényképpel, hanem betegséggel. Sorba megyünk egy-két betegségem, és azt lehet majd látni, hogy vannak könnyebben kezelhető betegségtípusok, és nagyon szépen lehet haladni a nehezebb felé. Nyilván gondolhatjátok, hogy a nehezebb felé haladunk. Az érrendszer, amit a legtöbb magyar ember kezel manapság, nem is tudom, hogy egy családban van-e olyan, aki nem kezeli. Talán ők itt, akik ott ülnek hátul, vagy aki ott ül hátul. Talán esetleg lehet, hogy az ő családjában már nincsen olyan, aki ilyen rendszert kezel. Nézzük, a ganoderma a fiatal gombája általában az érrendszert rugalmasítja. Segíti az áramlást, az öreg gombája pedig tisztogatja a koleszterint, vérzsírt. Na most, ha csak a vérnyomás, szívritmus, egy-két ilyen ér problémát teszünk rendbe, akkor nagyon jól kezelhető egy-egy vagy kettő-kettő ganoderma szedésével. Itt mindent, én nem fogok mindent felolvasni, nyugodtan írhatjátok is, de természetesen egy-két dolog variálható az embereknél. Minél idősebb valaki, annál inkább csak a GL-t többször szoktam adni, és az öreg gombát, az ergét, az inkább csak néha este, vagy csak este egyet, vagy csak mondjuk két hét után teszem hozzá az este egyet. De nagyjából ez a kétszer egyes és kétszer kettes adag, ez két és három hónap távlatában elég jól regenerálja az ilyen szívérrendszeri problémákat. A szívritmus szabályozásához jó, hogyha a kétszer kettőt tartják az emberek, de természetesen az is jó, hogyha mellette azért iszunk egy-két gyógyteát, mert azért az is segít. Tehát nem baj az, hogyha kiegészítjük néhány gyógyteával is a kezelést, de a lényeg az, hogy tudjuk, hogy a gyógygomba mit ér el, és nagyon szépen kezeli. Mindig meg szoktam kérdezni én is az elején, és ezért itt el is mondom, mert talán nektek is fontos információ, hogy amikor az emberek már erre a betegségekre majdnem mindig szednek gyógyszert, akkor meg szokták kérdezni, hogy és akkor mit csináljon, hát mert ő közbeszedi a gyógyszereit. Hát azt lehet csinálni, hogy a gyógyszerekhez csak akkor nyúlhat hozzá, hogy esetleg csökkentsen belőle, hogyha már stabilan, egészen biztosan biztosítja azt a hatást, amit a gyógyszerek adtak eddig neki. Vagyis a szív- és érrendszeri dolgokban csak akkor változtathatunk. A gyógyszerekben akkor is csak nagyon, de nagyon-nagyon óvatosan, lassan, amikor már előtte legalább egy 3-4 hétig szedett valami olyan anyagot, ami ő neki egy kicsit megemelte megjavította ezt a problémáját. Tehát, hogyha egy 3-4 hete már szedi a ganodermákat, vagy akár a cordyceps, de inkább mondjuk most maradunk a ganodermánál, akkor esetleg hozzányúlhat, hogy esetleg egy negyedet valamiből elhagy, vagy csökken, mert hiszen ezt maga fogja érezni, hogy jobban van. Hát simán érzik a betegek, maguk is lecsökkentenek néhány gyógyszerüket, mert egyszerűen periódusonként is érzik, hogy jobban kezdenek lenni. Itt is most hallottam éppen a napokban, hogy azt mondta egy páciens, hogy amikor nyáron többet dolgozik, és többet stresszel, mert nagyon ütemesen, tehát hogy olyan szezonális a munkája, hogy nagyon stresszes, akkor ő neki például följebb megy a vérnyomása. De ilyenkor télen azt mondja, hát sokkal lazább, és akkor ilyenkor lejjebb megy, ilyenkor nem szed annyit. Tehát ezt az emberek saját maguk is érzik. Az
az időintervallum. Itt nagyon fontos az, hogy egy pár hónap után, rövid idő után azért nem jó abba hagyni, mert még amíg nem szokja meg a szervezet, addig még visszapottyanhat, visszaeshet abba a stádiumba, ami volt. És ezt azért jó így folyamatos átmenetbe tenni. A koleszterin érték az még azért 1-2 hónap, általában egy 2-3 hónap, és a vérzsír érték is egy olyan 3 hónap után javul. Ezt elmondtam, hogy a vérkép hogyan változik. Nagyon fontos, hogy nem nagyon érdemes hamarabb vérképet nézegetni, jó? Mert bele szoktak csúszni az aggódásokba, de nem kéne. Meg kell adni a testünknek az időt, hogy átváltozzon. A tüdőnek a problémája az ugye ilyenkor télen egy egészen aktuális dolog. Majdnem mindenki belecsúszik így télen a köhögésbe, vagy egy-két ilyen megfázásos tünetbe, és itt nézzük végig körülbelül mik a különbségek. A cordyceps ugye egyértelmű, hogy cordyceps-szel adunk. A cordyceps-re elmondtam, hogy a tüdőnek a gyógyítója. A tüdő hólyagocskáknak a tisztítója, 2x1 az alapadag, és adhatunk mellé például öreg ganoderma gombát, azért, mert hogy kiszívjuk a baktériumokat. Tehát, hogyha valaki köhög, akkor a cordyceps-szel segítünk rajta, az ergével meg azért segítünk, mert a baktériumokat elkezdjük takarítani. Több olyan tapasztalat van most a téren, hogy kisgyerekek is belecsúsznak a köhögésekbe, és ez minden ősszel télen így szokott lenni. A kisgyerekeknek általában én fiatal ganodermát adok, nem szoktam nagyon öreget, körülbelül így a tínédzser kornál variálok, általában ott már lehet, vagy ott szoktam inkább, de egyszerűen azért, mert a kisgyerek sokkal jobban leküzdi, még egy kicsit felerősíted a fiatal ganodermával, aztán már súgy ki is jött belőle szépen, és el nem kell felejteni ilyenkor, hogy azért nagyon jó egy kis vizes borogatás a torokra, egy kis kamillatea, ez az. Tehát azért tudjuk, hogy a mellette nyugodtan használhatunk mást is, mert az is nagyon segít. A hörkurut, vagy egy ilyen rendesebben elhúzódó tüdő és hörgő gyulladás, az nagyon... nagyon jól, intenzíven reagál, hogyha a cordyceps-t adjuk a ganoderma és az ergé mellett, de hogyha már kifejezetten egy aszmás köhögés van, akkor tudnunk kell azt, hogy nem csak a cordyceps gyógyítja, hanem mondjuk ide ugye azért van odaírva, hogy gyakran a tüdőnek a problémája egy kicsit, akár mondhatjuk így, hogy pszichés alapokon nyugszik. Tehát, hogyha főleg egy ilyen régebbi, krónikus, aszmás betegség van, akkor nagyon jó, hogyha még akár oroszlánsörényt is kap mellette, mert az még segíti, hogy feloldódjon, hogy az idegpályák is regenerálódásra kerüljenek. Ha ez felső légúti betegségekkel párosul, mondjuk így a szinuszos arcüregi területekkel, akkor majdnem mindig, hogy fontosabb az ergé. Tehát, hogyha itt van a tünet az orrunknál, akkor mindig kitisztítani jobb, a váladékot kiüríteni ergével egészen nagy mennyiségben lehet, akután egy ilyen problémát akár 3x5-ig is felnyomni az adagot. Egy-két nap sokkal jobbat érünk el, hogyha egy pár napig nagyon felgyorsítjuk a szedését, a mennyiséget, és utána le lehet nyugtatni. A cordycepsből is fel lehet ilyenkor növelni, 2x4-re is akár, most csak ez egy példa az adagolásra. Hogyha valami régebb óta tart, egy aszmás beteg, tüdőbeteg, ő 2x1 cordycepsből nagyon gyönyörűen javul. A múltkor adtam valakinek, meg mondtam egy ismerősnek, hogy olyan furcsán veszed a levegőt, így nehezen lélegzik, és mondtam, hogy szedjél 2x1 cordycepset, és szólt vissza nekem, mikor legközelebb találkoztam, hogy nem mert felhívni, de azt mondja, majd kiszakadt a tüdeje, de olyan jól érezte magát,
Mert hogy érezte, hogy jobban veszi a levegőt, de azt mondja, mintha izomláz lett volna, az egész háta is fájt, a tüdőnek a területe. Mert olyan aktívan szépen elkezdi gyógyítani, ahogy régebb óta már letapadások voltak, de én az mind pucolódik kifelé, és szépen kapja a levegőt egyre jobban. De hogyha valaki hirtelen megfázik, és nagyon mérül, és húzóan köhög, és hirtelen a tüdője, akkor egészen nagy adagokat is, 2-3 napig, de nyugodtan 3-4 szemet, jó? Hát nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Aztán megfázás. Majdnem mindig nátha és akut torokgyulladásnál mindig ez a fontos, hogy először kitisztogatni kell az ergét. Egy nagyon kedves ismerős, akivel mostanában többet találkoztam, ő azt mondta, hogy nem érti, mert kezd valahogyan belecsúszni a betegségbe. És mondom, mit szedsz? Hát azt mondja, oroszlánsörényt, meg gélt. És akkor olyan aranyos. De most két ilyen ismerős is volt mostanában. És akkor mondom, de hát, hogyha csúszol és érzed, és itt vannak a közeledben a baktériumokat, akkor mit kezd tenni? Ergét, meg kordiceps. Tehát, hogy szedte, csak pont nem azt tette, amit akutan éppen arra kellett volna, vagy én szerintem. És ezt mindenki elkezdte szedni, és rögtön jobban lett. Jó? Tehát nagyon sokat értek el vele, hogyha megváltoztatjátok célzatosan néhány napig, mikor akut probléma előjön. Mert azért az nem igazán, hogy mindig mindenki stabil, tehát ezt azért tudjuk. Tehát van, amikor nagyjából ezt kell szedni, de van, amikor egész mást kell egy ideig, mert egy kicsit jobban felborulunk. Ez lehet annyi, hogy csak többet dolgozol, meg lehet annyi, hogy van a családban plusz egy probléma éppen, mert a gyerek mondjuk 3-ast kapott. Nem viccelek. Akár, jó? De sokkal komolyabb problémákra gondoltam. Na most, a gyulladások általában mindig plusz kordicepsszel kezelendőek, viszont nézzünk egy ilyet, mint a köszvény. Azt azért írtam ide fel, mert ő neki aztán mindent lehet adni. Nagyon nehezen kezelhető sajnos, anyagcserebetegség, és még a diéta sem mindig elegendő, de nagyon jó, hogyha kiegészítjük a diétával. De felsoroltam, hogy miket adnék neki, és most beszéljük végig, hogy melyiket miért. Kaphat GLRG-t, de melyiket miért? A GL egy kicsit jobban hat a mirigyes működéseinkre olyan szempontból, mondjuk, hogy a hasnyálmirigy és a májnak, az enzimjeinek az áramlásáért. Tehát egy kicsit jobb lesz az emésztés. Az RG jobb lesz azért, mert a lebontási salakanyagok, amik az ízületből és az erekből ki kell, hogy pucolódjanak, ahhoz az RG kell. Tehát azért nagyobb mennyiségben RG kell ahhoz, hogy a köszvényes páciensnek az érhálózata meg az ízületei kiseprődjenek, vagy kitisztuljanak. Miért adunk az oroszlánsörényt? Oda írtam például. Mert azt vettem észre, hogy érdekes módon majdnem mindig összefügg a stresszes életmóddal. Valami aggódáson. Tehát amikor én köszvényes pácienssel találkoztam, ott majdnem mindig volt aggódás a háttérben, vagy olyan erős lelki feszültség, vagy stressz, vagy olyan például, olyan tipikus férfi, egyébként tipikusan többet találkoztam férfiakkal, akik nagyon stresszes, ilyen vezetői pozícióban például, és nagyon hajtják magukat, és akkor egy folyamatos olyan árandó háttéraggódás van, amiért felelősség van sokszor. Tehát az idegek miatt. A cordyceps miért? Most már ki kell, hogy mondjásod. Hát mert milyen a köszvény, lehet, hogy nem ismeritek, bocs, de általában gyulladással és fájdalommal járó betegség. Tehát azért kap cordyceps, mert fáj szegénynek, és piros is sokszor a lábnál az a felület, ahol lerakódnak ezek a salakanyagok. És spirulinát meg miért? Az meg ugye egy alga, ami lugosít. Vagyis kisepri ezeket a savas, kristályos lerakódásokat, egy kicsit lugosítja a testünket. Ez egy példa volt, hogy mennyire másképp hatnak, de néha van egy-két olyan betegség, amire ilyen sokfélét is érdemes használni. Na most egy-két gyulladás. A hasnyálmirigy gyulladást azt már egy kicsit említettem, oroszlán sörény egész nagy mennyiségig is feltolható, mert hogy ez egy nagyon komoly, nagyon létrejövő, hónapok alatt létrejövő komoly gyulladásos betegség, nagyon nem vicces. Tehát
hasnyálmirigy gyulladásból nagyon sokáig szokták a betegek ugye érezni, hogy benne voltak, ezért náluk azért nagyobb adagokat is lehet használni. A noni, mint morinzi folyadékban szintén a mirigyes szerveinkre jó, egy kicsit a pajzsmirigyeseknek is, és a hasnyálmirigyeseknek is nagyon jó hatású. A cordyceps meg egyértelműen a gyulladás miatt. Ha ugyanez a cukorbetegség esetén, ami szintén hasnyálmirigy probléma, ugye, de egy olyan defekt, hogy nem jól működik a hasnyálmirigye, de nem gyulladásként nem jól működik, csak egyszerűen gyengén működik. Ott ugye nem adtam cordycepset, ott nem is említettem. A vércukor csökkentésnél itt írtam, igen, ott oroszlán sörénynél maradok a 4-nél, és nem adtam cordycepset, hanem GL-t. A máj és epelmésztés az egy külön nagyon jó kis téma, mert általában a májnak és a belső szerveinknek a működését támogatni kell egy kicsit inkább a GL-lel védeni, ellenben, hogyha meg az oroszlán sörénnyel, ellenben, hogyha meg akarjuk szivatni egy kicsit, meg akarjuk hajtani az epe működést, akkor viszont mindig inkább alatta, meg a máj tisztításnál is, mindig inkább RG-vel, az egy kicsit így megindítja az epe működést. Plusz egy olyan esetben, amikor műtét volt, akkor mindig inkább a cordyceps, mint fő regeneráló és gyulladás csökkentő, és esetleg jóval később, tehát az epem a műtétek után egyáltalán, a műtétek után én például nem adnék RG-t, hanem egy ideig inkább felerősíteném mindig a beteget, és inkább a GL-t az erősítés végén, és az a cordycepset a gyulladások kezelése vége. Bea, itt egy kérdés, hogy műtétek után mindig kapnak vérhígítót a betegek, hogy hogy ott mennyire kell ügyelni akkor a GL-le vagy cordycepssel? Hát annyira, hogy amikor például vérhígítót még szednek, akkor én általában a cordycepsből maximum egyet szoktam adni. Amikor valaki ezt megkérdezi tőlem, és ő nem közeli családtag, akkor ő nem nagyon adhat, mert ő ezt nem tudja megvédeni. Nem nagyon engedélyezett, hogy kifejezetten a vérhígító mellett nem muszáj feltétlenül cordyceps adni. Nem is nagyon javaslom idegen embernek, mert ezt nem tudják megtámogatni, ezt az információt. De én tudom, mert nekem konkrét ismerősöm is van, aki azért a vérhígító mellett szed is folyamatosan is cordycepset. De amikor kijön a műtétről, akkor nem muszáj ezt még erőltetni, mert mostanában tényleg divattá vált, hogy kap vérhígítót. Arról, akiről én beszéltem, ott még nem volt ilyen nagy divat, hál' Istennek, úgyhogy ott még nem kapott. Ez egy pár évvel ezelőtti történet volt. De hogyha így átlagban csak megkérdezi valaki, akkor inkább azt mondom, hogy spirulinát és GL-t egy darabig az még adható. Jó? És akkor később, amikor már nem kell, úgyis csak egy-két hétig szokták még a vérhígítót használni, akkor utána inkább elkezdhetjük akár az RG-t, akár a cordyceps, de elsősorban inkább a cordyceps. Ott is csak lassan-lassan. A reflux és egy-két olyan gyomorbetegség következik, ahol a gyomornak a védelme szükséges. Elsősorban a gyomorbélbetegeknél azt kell tudni, hogy írtó lassan gyógyulnak. Lassan, de biztosan, ez az a tipikus eset. Lassan, de biztosan. Mindig ki kell egészíteni több dologgal. Szinte biztos, hogy van valami pszichés probléma, amit kezelni kell, és itt szoktam elmesélni, hogy a egyik legkedvesebb ismerősöm, amikor hozzám fordult, hogy ugye nagyon fáj és ég a gyomra, és közben tudtam azt, hogy neki a háttérben olyan erős feszültség van lelkileg, hogy a nagyon-nagyon beteg édesanyját ápolja, akkor egészen biztosan, hogy addig nem gyógyul meg rendesen sajnos, amíg ezt a állandóan fenntartott sokkot nem tudja kezelni. Tényleg évek óta fekvőbeteg volt a mama, aki haldoklott, és egyszerűen ezt a lelki terhet nagyon nehéz kezelni. Ez egy olyan erős elfolytás és egy állandó aggódás, ami egyértelműen a gyomorra rámegy, és nem csoda, hogy egy ilyen embernek folyamatosan ég a gyomra és fáj. Most, hogyha elkezdjük őt segíteni gyógyulni, akkor majdnem mindig nyilván GL-t adnék,
körömvirágteát például és oroszlán sörényt, és lehet, hogy egy ideig segít neki, de hát elég gyakran előfordul, hogy nem múlik el egyértelműen panaszmentessé, és ilyenkor, amíg nem oldódik meg az az élethelyzet, hát nem kell maximalista, nem kell az az elvárás, hogy ez most tökéletesre gyógyuljon, mert addig, amíg az nem oldódik meg, a szinte lehetetlenség teljesen kihozni belőle. Ilyenkor szoktam mondani, hogy hát bizony vannak ilyen helyzetek, de azért nagyon szépen javulnak gyakran. Na most ehhez még hozzátartozik egy-két olyan dolog, hogy azok a betegek sokszor nem is nagyon mozognak, sokszor egy csomó minden mást kell még mellette adnunk nekik, sokszor itt van a helye a homeopátiának és egyéb gyógymódoknak, de lehet azért segíteni. Ellenben egy Crohn betegség nagyon szépen gyógyítható, ami elhúzódik ugyan, lassan gyógyul, de hát ott talán nem annyira akut az a probléma, ami még fennáll, hanem valahogyan kialakult, és egyszerűen egy olyan elhúzódó felszívódási zavar jött létre, amit viszont azért egy-két gyógygombával nagyon szépen lehet kezelni. Ilyen esetben például egyértelmű védeni kell a gyomornyálkahártyát, a Crohn-betegnél meg egyéb ilyen vastagbél hurút, meg gyulladásos bélbetegnél védeni kell a GL-lel a gyomornyálkahártyát, egy-két gyógyteát adni mellette, és mindig kordicepszet. Jó? Amikor már egy kicsit felerősödik, most volt egy páciensem, aki kolitis ulcerózából olyan lendületesen felgyógyulóban van, hogy 3 hét után, mikor visszamentem hozzá, egyszerűen nem ismertem fel. Tehát ennek nálam ez a két fázis van, úgy látom most, hogy így elmondtam többször. A 3 hétnél változnak nagyon nagyot a páciensek, a 2,5 hónapnál, tehát a 3 hónap körülbelül, amikor meg nagyon nagyot változnak. A 3 hétnél nagyon nagy lendület következik be, elkezd hirtelen nagyon jól lenni a beteg, amikor múltkor visszamentem, nem is, hát még a színe, az arca színe is más volt. Hát azt hittem más valaki, tényleg. És az a helyzet, hogy nagyon jól gyógyítja a cordyceps, azt a gyulladást, ami a bélben ott már régóta megtelepszik. Itt nagyon fontos a béltisztítás megfelelő módon viszonylag lassan, vagy esetleg erőteljesebben. És az oroszlán sörény itt egy olyan érdekes helyzet, hogy majdnem mindig az oroszlán sörény gyógyítja meg őket, de itt szoktam elmondani, hogy nem mindig bírják olyan ütemtempóba, tehát mondjuk egyszer egy, kétszer egy, háromszor egy, aztán négyszer egy, tehát így pár naponta növelni, és mindig csak egyesével. A bélbetegeknek én nem szoktam sose többet adni az oroszlán sörényből, mert egy kicsit még így izgatja a nyálkahártyát, addig, amíg azok onnan nem ürülnek le azok a nyálkás részek. Ugyanez a gyomorfekély esete, és nagyon sokat segítenek mellette a kiegészítő terápiák. Most egy nagyon érdekes, jó kis rész következik, a férfiak és a nők közti különbség, a petefészek és a prostatáknak a kezelése. Az a történet itt, amire én rájöttem valamilyen érdekes módon, a nőket általában, a női gyulladásokat majdnem mindig jobban tudjuk kezelni a GL-lel, tehát a Ganoderma fiatal gombájával, és a férfiakat meg nagyon érdekes, hogy egészen másképp kell kezelni, a férfiakat másképp kell kezelni, nincs most, hát ebből már nem jövünk ki, jó, hát nekünk kezdjük. Tehát a férfiakat teljesen más módon, érdekes, mondjuk egy prostata problémát, gyulladást, például 2 RG nagyon szépen gyógyította 2 hónap alatt. Hogyha még van egy kis duzzanat, pláne, valamiért úgy megszivatja, megindítja. És mellette lehet cordyceps adni, de nem is mindig muszáj. Ellenben a hölgyeket majdnem mindig a GL hozza ki. Úgy szoktam mondani, hogy a nőket védeni kell. Tehát a GL-lel kell kezelni, jó? És akkor ezt így meg is lehet jegyezni, a női gyulladásokat, főleg a petefészek és mély gyulladásait majdnem mindig a GL-lel, esetleg csak kiegészítő gyulladásra még, hogyha kell, akkor az RG-t, mondjuk egy ilyen nyálkahártya regenerálódásban, vagy mindenféle dolognak a kiürítésére, de mindig esetleg cordycepszel megtámogatva, mert az ilyen csodát tesz ezekkel a gyulladt területekkel. Van egy olyan eset, amikor
amikor a férfiaknál is a GLK-n, ki tudja vajon megmondani, hogy mi? Gondolkodjatok, mert elég gyakori. Tehát fordul hozzám, de egy páciens, aki nem olyan régen sajnos el lett hajtva mondjuk egy urológushoz. Mert egyre gyakoribb a panasza a prostatával és az egyéb férfi nemi szervi rák betegségekkel. Most ez az egy olyan terület, amikor már elindult egy gúrjázás, hogy valami komolyabb citológiai tünet van, amikor nekik sem RG-t adnék, hanem egyértelműen GL-t. Jó? Tehát mindenfajta, de erről még majd mindjárt fogok beszélni, amikor megduzzadás van és rákos daganat, vagy bár másmilyen mirigyes duzzanat, akkor arra nem RG-t szoktam adni, az vált be, hogy a GL az, ami védi. Na, de az még mindig úgy is most fog jönni majd egy-két ilyen komolyabb betegség. A vese és a hólyag területe, itt rendkívül fontos, hogy mindig a cordycepszel indíthatunk, mert az a legjobban kímél és a legjobban gyulladást csökkentő, gyorsan gyógyít. És ugye megtanultuk, kár, hogy én mondtam, pedig tudhattátok volna már, hogy ugye a vizenyős területeknek a gyógyítója, tehát a vese és a hólyagnak a területére a cordycepszt kell adni, és természetesen gyógyteákat. És ez egy szintén egy olyan érdekes terület, amit itt mindjárt végig beszélhetünk úgy, mint az előbb a köszvénynél, hogy vajon melyiket miért lehet és milyen alapon lehet választani. Ugyanis, hát ha van egy hólyagkurut vagy egy vesegyulladás, akkor ugye mit adnánk normálisan szívünk szerint? Sógyalak! Cordycepszet, igen, azt beszéltük, hogy cordycepszel lehet, mert az a vese területe, ez szuper. Na de ezen kívül attól még ott benne van egy csomó baktérium, nem? Akkor? Na de, ha RG-t adnánk neki mondjuk kétszer-kettővel, frankon ki tud örülni, na de annak ott tudják a tudit, annyira elkezd csípni esetleg a vizelet, mert hogy az elkezdi aztán kitisztítani, de úgy ám, mint a csuda, és aztán ott akkor az úgy fáj ám, mint a csuda, és ugye akkor mondja, hogy ő aztán ott pusztul el a WC-n. Tehát ilyenkor ugye azt lehet mondani, hogy bár nagyon jó lenne neked, hogyha kétszer-kettő RG-t tudsz szedni, akkor szedjed, de próbáld ki a kétszemet, és hogyha elkezd csípni esetleg a vizelet, akkor csökkentsél le belőle sürgősen, és esetleg egyeket próbáljál meg, vagy esetleg cseréljük át akkor GL-re, mert az egy finomítottabb változata a gyógyulásának, de akkor várjál két napot, és megint emeljél azon az RG-n, és így játszadozzál egy pár napig, mert ahogy bírja már, mert ugye mi nagyon jól meg tudnánk egy beteget gyógyítani, csak a beteg nem bírja végig. Tehát, hogy az nagyon szép, hogyha ki tudnánk üríteni azt a rengeteg baktériumot, de hát az a vizelettel fog távozni. És azt tudjuk, hogy a hólyagkurut nem egy kellemes élmény, mikor ott ülünk ugye a vécén. És akkor, aki már volt felfázva, tudja. Tehát ezt meg kell támogatni jó pár liter teával, hogy még több ürüljön kifelé, és ahogy mossa ki az ember a vesecsatornákat, hólyagból a csatornákon keresztül ürül szépen végig a sok baktérium, akkor amilyen tempóban bírja a tested. És ezt meg kell nyugtatni a pácienssel, hogy amilyen tempóban te bírod, egy kicsit visszalépünk, egyet előre, kettőt hátra, tudod. És akkor mindig egy kicsit újra, két nap múlva megint kell emelni, megint kettővel több RG-t lehet. Kétszer-kettő általában szépen kihozza, de valamikor fel lehet menni háromszor-kettőre is, csak nagyon-nagyon lassan van, úgyhogy egy hónapig elhúzódik, de akkor legalább esetleg kitisztul. Erre érdemes odafigyelni. Jöjjön egy kis bőrgyulladás. Ilyen meze és zsúrló. Igen, a zsúrló nagyon jól tisztítja a vesét, ezt jó, hogy kérdezted, csak nagyon leviszi a vérnyomást, tehát én óvatosan szoktam, én inkább a csalánteát. A medveszőlő az fertőtleníti a vizeletet, a csalán meg kisepri. És a csalán lassabban viszi le a vérnyomást, mint a zsúrló, az túl drasztikus. Viszont a csalánteát azt nem csak két hétig lehet fogyasztani, tudom, hogy utána ilyen önmérgezést okozhat a szervezetben. Igen, de azért ez egyrészt nem egészen így van, mert nagyon jól kipucol még egy csomó dolgot, és nem annyira vettem észre, mert annyi méreg van még, hogy az önmérgezéstől még jóval távolabb állunk, és a másik meg, hogy általában két hét alatt meg is gyógyul, de mondjuk két hétig biztos, hogy lehet, három hétig. Egy hónapnál tovább nem ajánlott tényleg, de ezt a seprést ezt nem is szoktuk olyan sokáig általában, mert ez egy jó. A bőrbetegségek. Például itt egy gyönyörű szép
csodálatos kis korkép. Amikor megkaptam ezt egy képüzenetben, akkor hívtam az illetőt, gyorsan írtam vissza neki, hogy lám-lám, egy milyen gyönyörű kis öpsömör. Ez a herpes zosternek tűnik, ugye, amikor ő ezt átküldte nekem, hogy nézd már, mint van hirtelen. És akkor ez kiderült, hogy ez egy nagyon hirtelen, nagyon nagy stressz a hétvégén otthon, egy nagy családi hepajnak az eredménye, amikor egyszer csak kijött a bőrén ez a gyönyörű kis hólyagocskás képződmény. Ebbe az az érdekes, amiért én ezt ide feltettem, hogy nagyon-nagyon hamar meggyógyult. És azért mesélem el nektek ezt a sztorit, mert nagyon-nagyon hosszan szokott gyógyulni, hónapok alatt kezelődik ki, és akkor is annyira belobban, és általában, hogyha nem csípik el az elején, egészen borzalmas problémákat tud egész testtájékon, így egész derék vonalon, nagyon széles területen, nagyon nagy fájdalommal és nagy hólyagokkal tud gyógyulni, és ez pedig ennél nem is nagyon fejlődött jobban, hanem egy hét múlva meggyógyul, de olyan csodálatos módon, hogy azt azért elmesélem. Először is mit adtunk ugye neki, mikor ezt így rögtön felismertük, egyből kordiceps nyilvánvaló a gyulladásra, mert hogy ez egy nagyon fájó, viszkető, gyulladt bőrfelület, amit ugye itt még annyira nem is lehet látni, de eléggé pirossá tud válni. Tudni kell róla, hogy egy olyan stresszes veszekedés aktiválta, amikor egy elég nagy vita volt otthon a családban, és a végén ugye párkapcsolati probléma volt, és az lett belőle, hogy az illető úgy döntött, hogy most akkor kilép ebből a párkapcsolatból. És ez azért fontos, mert hogy ebből tudjuk ugye, hogy a stressz aktiválta az egészet, és a végén megoldódott a dolog, gyorsan kilépett belőle, mert ezt már egyszer le kellett zárni, tehát ez már húzódott egy ideje a mélyben, és most jutott a felszínre, a bőrre. És ebből meg is értitek a gyógyulásnak az útját. Kapott 3x5 kordicepszet gyorsan, ezt meg is értette, hogy fontos hirtelen ennyit áldozni, mert hogyha ő most elaprózza, és csak 2x-2x vagy még kevesebbet bármiből, akkor nem jött volna ki belőle egy hét alatt, ez biztos. De hozzáteszem, hogy hozzá kellett azt is tennie önmagát, hogy ugye rendezte a pszichés hátterét, tehát azt a konfliktust, hogy valamilyen irányba meg kellett oldani. Szoktam mondani, hogy nem mindig így kell megoldani egy élethelyzetet, de ez is egy megoldás volt. Minden esetre abból a stresszből ki kellett jönnie. Hozzáadtunk Ergét, miért? Persze, mert hogy tudjuk ugye, hogy a herpes zoster attól még egy vírus, tehát benne van a véráramba, tehát azt onnan ki kellett pucolni, ugye? És oroszlán sörényt kapott, miért? Na, elmeséltem pedig a sztorit. Hát mert a stressz hozta létre, az aktiválta az egészet. Hát persze, hogy egy nagy kimerült idegrendszer van már itt akkor mögötte. És akkor a körömvirág hindöport azt azért kapta, mert hogy nagyon viszketett neki, és megnyugtatta a bőr, de azóta még egy páciensem volt ugyanilyen, pont még így is nézett ki, és ő neki meg GL port raktunk hindöporba, azt mondta, hogy azt fog rászólni, és szépen szárította le a hólyagokat, ugye a ganoderma porban használva hindöporként. És még mellette kapott homeopátiát is, hogy gyorsabb legyen. Hát ezt a csodálatos gyógyulást azért meséltem, mert egy ilyen érdekes, jó, komplex megoldásokat lehet létrehozni. A fájdalmak következnek. Ha ti még bírjátok, akkor még mehetünk, mert hogy még nem olyan sok van hátra. A gerinc és egyéb ilyen fájdalmak esetén mondjuk úgy, hogy becsípődés és egyéb csigolya problémák. Azon kívül ugye, hogy meg kell oldani, hogy egy kicsit helyről jön a tartása az emberkének. A cordyceps az első adandó. Természetesen a cordyceps az, mivel gyorsan csillapítja a fájdalmat és a gyulladást is egyszerre nagyon jól gyógyít, ilyenkor egész nagy adagban is adható, hiszen most mit akarunk? Kétszer egy cordyceps-szel azért nem fog ám a fájdalma lemenni egy gerincbecsípődésnek, ugye azt tudjuk, hogy mivel jár körülbelül. Ilyenkor azért mérlegelni kell, hogy vagy nagyon hirtelen akarjuk őt kihozni, vagy ott hagyjuk még egy pár napig szegénykét. És a GL-lel is volt egy ismerősöm úgy, hogy egy
akkor tudtam meg, hogy még a ganodermának is van ilyen érdekes fájdalomcsillapító hatása. Kificamította a bokáját egy ismerős hölgy, és ő neki gél volt otthon, és ő beszedett, nem tudom én, talán 3x3 gélt, és úgy rémlik, és azt mondja, hogy már másnap már nem fájt. Tehát, hogy nagyon gyorsan az is fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. Na most az a becsípődés, amikor ugye az idegpályák is, ott a gerincet mutattam, ott kilépő idegpályák vannak, az is fájdalom, hiszen nyomás alá kerül, és szinte mozogni is alig bír, azért ott nagyon jó, hogyha oroszlán sörényt is kap mellette. Azért, hogy regenerálódjon az a blokkolt idegpálya, ami ott nyomás alatt van. Akár egybe a gélt és a cordycepset is lehet, és az oroszlán sörényt. Ellenben, amikor csontvelő betegség van, volt egy csontbeteg, fiatal kislány, itt sosem bírom kikerülni ezt, hogy ne meséljem el. Mondták az ismerőseim az édesapjának, hogy cordycepset kéne kapjon, és hogy meggyógyulna, és csontrákos volt, és azóta meghalt, mert nem adták neki. Na most ilyenekkor egyszerűen kénytelen vagyok ezt elmesélni, mert nem nagyon hagyhatjuk már sokáig, hogy ez így menjen, hogy csak azért, mert valaki úgy dönt, hogy ő abban nem hisz, mert egy olyan alternatív terápia, azért miért hagyja, hogy az a beteg meghaljon? Tehát én nem is értem ezeket a szituációkat. Tehát egyszerűen a cordyceps olyan gyönyörűen behatol a kapilláris ereken keresztül az egészen, hát a csont, hát szinte semmi nem jut be, hát a kálciumot elég bírjuk beépíteni. Ugye, és mégis meggyorsítja a cordyceps a csontnak, az egész, a csontbelőnek az egész áramlását, az egész szerkezetét nagyon szépen. Azt nem mondom, hogy most a csontritkulás egyből most emiatt meg fog gyógyulni cordycepsszel, ezt nem mondom soha, ne is higgye senki, mert mellette van egy-két természetes kiegészítő dolog, amit lehet mellette, de hogy a beépülését segíteni fogja, az biztos. És hogy a vérkeringését, a csontállomány szerkezetét javítani fogja, az is biztos, hogy az egész csontvelőnek az oxigenizáltságát javítani fogja, az is biztos. Na most ezt ilyenkor nem hagyhatjuk el, hogy ilyenkor szinte semmit nem tudnak kapni, hát persze, hogy ez egy óriási nagy segítség. Van egy-két fejfájás, ami nagyon érdekesen gyógyul a GL-lel. De vajon miért? Ugye annyit már hallottunk, hogy a spirulinától is, mint algától, mivel tele van vassal, enzimekkel, a fejfájás nagyon szépen oldódik, de a GL-től is oldódik, hiszen amikor elmutattam azt a gyönyörűséges biokémiai rajzot ott a molekulák szerkezetével, akkor ugye elmondtam, hogy energiatöbletet okoz a GL. Tehát a ganoderma GL-t, hogyha valaki szedi, a fejfájás nagyon gyakran ugyanis egy energiahiány, vagy energiablokk. Vagy például azért van, mert alig vagyunk friss levegőn, és akkor így mondjuk egy ilyen hosszú előadás után milyen jó lenne egy-két szemer GL, azért, hogy úgy feldobodjanak az emberek, mikor már majdnem csúsznak le a székről. És egy-két szem GL ilyenkor csodákat tesz, és boldogan fognak hazamenni. És szóval a fejfájásokat gyakran elűzi. Azért a ganoderma fiatal bombája, mert hogy egyszerűen doppingot ad, egy kis energiatöbletet az agynak. A cordyceps természetesen azért, na miért? Miért jó a fejfájásra a cordyceps? Oxigén. A kapilláris ereknek az oxigén keringését bizony javítja nagy mértékben. És még egyet hallottam, és ide még nincsen kiírva, mert minden tapasztalatot újra hasznosítok. És ettől kezdve majd beírom ide, de nem olyan régen hallottam, hogy az izomgörcsökre nem csak a GL egy kicsit azért, mert az izom a sejtekre egy olyan pörgést okoz, energiát, hogy jobban oldódik az izomgörcs, de a cordyceps is megpörgeti az oxigént az izomban, és nagy okosan rájöttem, hogy azért múlt el a nénynek az izomgörcse a cordycepstől, mert hiszen amikor valaki sportol is, ugye izomláz keletkezik a nagy izom munkában, ott erjedéses állapot van. Az egy olyan megbomlott anyagcsere olyankor, és ha a cordyceps beviszünk, akkor az oxigenizálja ugye azt a véráramlást, akkor az ott sokkal több oxigén lesz, tehát magyarul az erjedéses blokkot szépen elkezd oldódni. Ezáltal az izomgörcsös betegnek nagyon jól működik a cordyceps is.
No, a fáradtságban meg persze, hogy azért működik, mert szintén az agykeringését fokozza, ugye? A GL meg azért, mert energiát ad. Ez ugye most egész világos, hogy egy dolgot kettő dologgal is meg tudunk gyógyítani. Tehát ezt a fáradtságot nézzük. Ha fáradt valaki, akkor lehet azért fáradt, mert energiahiányos állapotban van, és akkor GL-t kap. Lehet azért fáradt, mert egyszerűen már nem kap oxigént az agy, vagy hát jóval kevesebbet kap, mint kéne, és akkor kordicepszet. És lehet úgy fáradt, mint ideggyenge, fáradt, szinte fásult, jó? Egy hosszantartó idegfáradtság az meg már oroszlánserény. Jó? Itt aztán jön a depresszió esete, amikor elmeséltem, vagy nem teljesen meséltem el, mert nem szeretem azt a sztorit annyira, hogy az egy szem GL is annyira jól meg tudta pörgetni az idegbeteg, ideggyenge embert, jó? Mert hogy az egy nagyon jó hatás, ilyen nagyon gyorsan ható hatást okozott. Természetesen depressziós betegnek, főleg, hogyha gyógyszert is szedett, én mindig oroszlánsörénnyel kezdem. Az biztos, hogy az ő is nagyon jó. Tehát ez az idegpálya a regenerálódásra, ez valami nagyon, nagyon, nagyon jó, ez a oroszlánsörény bomba. És akkor van ez a dolog az aggyal, ami ugye a legnehezebb probléma, amikor jön azzal a kedves ismerősöm, hogy van egy sztrókos ismerősöm, mit adjam neki? Tehát, hogy tudjuk, hogy nem látatlanban, nem kezelünk látatlanban, de főleg nem sztrókos beteget, jó? Tehát, hogy ha lehet, akkor kerüljük ki ezeket a szituációkat, de természetesen engem szeretnek ilyenekkel bombázni, és ugye az a lényeg, hogy itt jön az a kérdés, ami az előbb is pont elhangzott, hogy na mi van akkor, és akkor hát ő aztán biztos, hogy vérhígítót kap, ugye onnan nyitunk, hogy az biztos, hogy azt kap. Tehát nagyon nehéz kezelni, hozzáteszem, hogy akkor is muszáj rá valamit mondanom, mert hát ilyen azért van. Tehát egy agykeringési esetet, ugye az előbb meséltem el, amikor van egy keringési zavar, amikor oxigénhiány van az agyban, és egyértelműen kordicepszet kéne adni. Annyira azt kéne adni, mert azt fogja őt javítani, vagy gyógyítani, de igazából meg nem tudjuk, mert meg van kötve a két kezünk, és akkor csak azt csináljuk, hogy adunk egy kordicepszt. Jó? Egy nap. Most már nagyon jó kedvem kezd lenni, úgyhogy légy szíves, ti is nevessetek néha, mert így baj lesz, hogyha az előadás végig vigyorogja az előadás végét. Mit tettél be? Elmondjam már, hogy tettem be kétszer-három ergét, mert a torkom, ugye nagyon sokat beszélek mostanában, ki kell üríteni, kordicepsből vagy kétszer-kettő, a GL-ből reggel hármat, és az oroszlánsörényt még most szeretném majd lenni, hogy regeneráljam magamat. De körülbelül ez, de azért, mert mostanában nagyon sokat beszélek, és akkor ezt muszáj egyszerűen helyre tenni, kezelni, hogy megmaradjak nektek. Na szóval, hogy... De igen, ez lehet, hogy akkor viszont. Nem, nagyon szeretek itt lenni, tehát ez a két nap, ez nagyon felüdülés volt nekem. Nagyon-nagyon jó helyen voltam. Szóval, hogy visszatérjünk ide a komoly dolgokhoz, az a lényeg ennek, hogy egyszer egy kordicepszel indítunk, de az nem jelenti azt, hogy az elégséges. Addig kell várni, amíg egy kicsit le nem csökken a vérhigítóknak a mennyisége, és hát ha olyan nincsen, akkor esetleg kétszer egy kordicepszig el lehet jutni, jó? De azért nem érdemes ezzel aztán többet játszani, hanem akkor a kordiceps itt marad, és hiába az arra lenne szükség, de egy kicsit felválthatja a helyét az GL is. Tehát a GL is fokozza a véráramlást, azért erről kell tudni, és ezt itt el is mesélem nektek, hogy nekem például volt egy ismerősöm, aki vastagbél daganattal lett most éppen műtve, és ő kapott még, hát most gondolkodom, hogy sugarat vagy kemót kap, kemót kapott mellette, és ugye mindenképpen azért ez a anyag azért a szervezetnek egy eléggé gyengítő hatást is hozzátesz, és sajnos az érpályák itt eléggé meggyengülnek. Úgyhogy ilyenkor, mikor az erek egy kicsit elvesztik a rugalmasságukat, így még érzékenyebb lesz a bevérzésekre. Tehát ugye az történt, hogy egy szedte a ganoderm, már csodálatos férképpel bement a kórházba, és elkezdték kezelni
az adagokat kapta sorba, és azt vette észre, hogy egy kicsit így ilyen kis kapilláris megpattanások keletkeznek a karján például. Ez annak a jele, hogy arra kell figyelni, hogy az érhálózat meggyengült, ugye azoktól a vegyszerektől, amit kapott, és akkor így le kell csökkenteni a ganodermának, még a fiatal bombának is egy kicsit a hatását, mert annyira megjavítja a véráramlást, hogy esetleg még higabbá teszi a vért, és elkezdi kiszűrődni a kis kapillárisokon. Jó, tehát erre figyelni kell, még azt is néha le kell csökkenteni, és utána most vártunk egy darabig, és most már mondja, hogy már nagyon szeretné újra növelni, mert már végre kezd jobban lenni, és most már kijött ebből, és akkor most szeretné megint tovább folytatni. És ilyenkor újra el kell persze növelni, el kell kezdeni növelni, tessék. Most nekem az jutott eszembe, hogy ebben az esetben elképzelhetetlen, hogy csak a gombákra hagyatkozik, meg az elmereivel gyógyítja magát. Ez csodálatos megtagadja kérdés. Megtagadja a kezeléseket. Igen, de ez csodálatos kérdés, csak az a baj, hogy ezt te nem tudod, tehát nem tudjuk ezt létrehozni mindig. Úgy értem csak, hogy nem tudjuk, mert nem mi döntjük el. Tehát nekem az egyik legjobb ismerősöm sem tudta megdönteni. Persze, na, tehát hogy így, ha így kezeled a témát, akkor természetesen lehetne, de ezt ugye mindenki saját maga dönti el, tehát azért szoktam elmesélni mind a kettőt, mert a betegeknek a többsége sajnos nem tud ellene dönteni, és hát én úgy vagyok most már vele, hogy igazából már csak azért nem is kell feltétlenül, tehát nem veheted át ezt a felelősséget, de az a baj, inkább nem kell elkeseredni, hogy feltétlenül úgy kell dönteni, mert nekem már számtalan olyan betegem van, aki az mellett is meg tudod gyógyulni. Tehát inkább így fogalmazom, jó? Tehát ezzel a kijelentéssel nagyon óvatosan kell bánni, és ezt most a teljes felelősség, legnagyobb felelősségem tudatában mondtam neked, jó? De ez teljesen más, hogy mi is hogy járnánk el esetleg magánemberként. Természetesen azért mesélek egyre többet ezekről a dolgokról, mert hogy annyira jól gyógyulnak a betegek, hogy akárhogy is lehetne. Tehát a példát is használni. Hogyne, persze, persze. Csak hát ugye mindig valaki kezelésbe veszi ezeket a betegeket, és akkor nem mindig tudnak a betegek egy oldalúan egy irányba dönteni, meg úgy, hogy szembe menni az árral akár. Minden esetre ez egy olyan nagy dilemma ma pályán, hogy a piacon. Tulajdonképpen azért jó, hogyha megismerjük, hogy ez is létezhet. Én azért merek erről beszélni, mert már a családban én is átéltem. Tehát tudom mi az, hogy jó pár évvel ezelőtt még édesanyjának nem tudtuk meggyógyítani, és ő rákban halt meg. És én azért foglalkozom azóta így nagyon intenzíven szerintem a rákos betegekkel, mert akkor még már Amerikából is hoztunk olyan dolgokat, ami nagyon, nagyon jónak tűnik, és nagyon jó lehetne, de akkor még nem voltak a gyógygombák itt a piacon, és nem tudtam mit csinálni, és a végén nem sikerült. Tehát én azóta már bárcsak most lenne. Jó? Aztán a más ilyen citológiai betegségnél még annyit szerettem volna mondani, hogy mondhatjuk azt például, hogy általában a rejsi gomba, vagy általában a ganoderma gyógygomba gyógyítja a rákos betegeket, de még így is összeteszem a kezem, hogy itt két külön frakciója van, amit én így tudtam szelektálni, hogy én azt veszem észre, hogy ha a GL-t növeljük, akkor fokozatosan, akkor sokkal jobb hatást érek el vele érdekes módon egyébként, mint az öreg gombával. Tehát, hogy nagyon jól használható, hogy inkább aztól tolom fel én nagy mennyiségben, mert egyszerűen a testnek a legyengültsége néha nem engedi, hogy most éppen a tisztulás fázisát is beletegyük. Mert ugye mondtam, hogy a különbség az, hogy az ergi az mindig tisztít és valamit hoz a felszínre. Hogyha egy beteg nagyon-nagyon beteg, és nagyon le van gyengülve vagy gyengítve, akkor ő nem bírja egyszerűen el, hogy még elkezdjük közbe tisztogatni, jó? De lehet, hogy egy fél év múlva majd elbírja, csak addig fel kell őt erősíteni. És azt hiszem, hogy itt igazából talán csak annyi, hogy a legkedvesebb ismerősöm volt az a páciensem, akivel egy városban laktam akkor, amikor én még elkezdtem használni az elején még a gyógygombákat, és petefészek rákos beteg volt, és műtötték, és én vele például úgy jártam, hogy hát ott még küzdöttem több irányba ezzel a témával, amit kérdeztél, és próbáltam megérteni, hogy hogyan lehetne jól dönteni akkor, de a lényeg, hogy ő is meg lett műtve, eltávolították a méhét is, petefészkét is a végén,
holott aztán annak a lelete is már negatív volt, de a végén én láttam, ahogy kihullott a haja, aztán parókával is láttam, aztán kinőtt a haja, és teljesen jól van, és a mai nap is teljesen jól van, tehát köszönjük. És nagyon-nagyon jó ez így, hogy ennyit tudunk már felmutatni. A leukémiás betegről meg nem is talán, de említettem, hogy 3x2-vel meggyógyult, úgyhogy jól van ám, tehát azóta újra jól lett. És ezt azért mutatom ezt a képet csak, hogy értsük meg, hogy még akkor is, ha a legjobb irányban megpróbálnánk dolgozni a páciensnek a megsegítésén, még akkor is sokszor csak itt dolgozunk a felszínen, ezen a burkon körülbelül. Jó? És a mélyebbre is lehet néha hatolni ahhoz, hogy oldjuk meg a dolgokat, és mindenkinek ez a saját tempóján, saját ügyességén múlik. De ezért szoktam elmondani, hogy ez minden esetre egy olyan, ami segít, és még közben az, hogy mindig inkább figyeljenek oda a vízivásra, és még egyéb terápiákra, akár a lelki dolgokra, amit egyben kell megoldani a többivel. És nagyon köszönöm a figyelmeteket. Köszönjük szépen! Köszönjük. És lehet kérdezni természetesen, hogyha van. Én azt szeretném kérdezni, hogy említetted, hogy a kórrécepszet ezt nem javaslott tínédzserkor alatt, de a többi gombával mi a helyzet, azt mennyi idős gyermekek szedhetik? A GL az abszolút szedhető kicsiknek, egészen kis 1-2 évesek is kaphatnak. Elsősorban ugye, hogyha betegeskednek, vagy immunrendszer erősítésre, na most feltétlenül nem muszáj nekik adni folyamatosan, mert a spirulina önmagától az alga elég a gyerekeknek a megerősítésére. De van, amikor mondjuk egy-egy belecsúsznak egy-egy torokfájásba, vagy akár tüdőgyulladásba, biztos a GL-t adnám nekik. És még annyi, hogy például a tínédzserkor ez egy olyan 10 éves kor körüli, 10-11, amikor már megváltozik, amikor például, hogyha köhögne, meg esetleg nagyon beteg lenne, ergét is nyugodtan lehet adni. Most én hozzáteszem, hogy az volt az életemben az egyik legnagyobb utca, amikor én a saját gyerekemnek például echinácia cseppet adtam még régen. Volt vagy 2-3 éves, ezt azért mesélem, mert pont ugyanilyen történet egy másik termékkel. És akkor én gyógyszerészként simán adtam neki echinácia cseppet, amire egyszer el akartam adni egy anyukának, hogy ez milyen jól beválik a gyermeknek az immunrendszerére, és erről megnézte a leírásban, hogy benne van, hogy alkohol tartalma van, és hogy ő ezt köszöni nem kéri, mert hogy ő visszahozta, úgy értem, tehát hogy visszahozta, hogy ő ezt nem kéri, mert így nem adja a gyermeknek. De én simán adtam az enyémnek. Tehát érted, ez most egy ilyen dolog, hogy azért, mert van benne pár csepp alkohol, higgyük már el, hogy nem lesz ugye baj annak a gyereknek, de egész máshogy nézik az emberek ezt a dolgot, és soha nem tudom megérteni. Tehát nem lehet ilyen fanatikus különbségeket csinálni, de minden esetre azt tudom erre mondani, hogy én is bátrabban adom a saját családomnak, meg adnám akárkinek esetleg, aki az én családom, de hivatalosan azért azt mondjam, hogy egy idegen adjon feltétlenül nyugodtan mondjuk öreg gombát, ergét a gyermeknek, azért azt egy kicsit óvatosabban, mert nem úgy érzem, nem kell egy kisgyereket nagyon tisztogatni. De a kordicepszre pláne ez a véleményem, hogy én nem pörgetek meg plusz egy kisgyereket kordicepszel, mert nincs nagyon értelme. Mert amennyire neki le kell küzdeni a szervezetét, azért az a GL is, van a derma, van olyan jó, hogy az is leküzdi. Inkább akkor már borogatást teszek a torkára, mint hogy kordicepszet. Jó, mert ugyanúgy a gyulladást viszi le. Tehát én itt látom a határt, és aztán ez még aztán persze tolik, nagyon tolható, rugalmasan, mert van egy olyan eset mondjuk, amikor például valami kis hormon probléma van, és akkor már adnék neki nonit, meg morinzit, de volt egy család, aki éppen most mondta, hogy jó, ad a kisgyerekeknek, de a pár évesnek is morinzit, amit én szintén nem adnék pár évesnek. Jó, de itt mondom, ez a 6-10 éves korosztály, ahol nehéz eldönteni, hogy melyiket. Amit mindenképpen azt a gélet nyugodtan. Akkor is, hogyha például ugye azt szokták javasolni, hogy a kisgyermekeknek például 2 éves korig ne adjunk mézet, mert addig nem képes a szervezete fel. Ez is milyen mondat már, eleve vicces. Igen, én nem értek ezzel egyértelműen, nem.
de tehát nincs olyan szerintem, amit nem. Tehát nem lehet ezt így, most mi ez egy olyan jó anyag, te enzimeket, hogy lehet ezt egyértelműen eldönteni? De ez ugyanolyan, mint hogy ma már eleve egy csomó kisgyereknek olyan tápszert adnak, hogy laktózérzékenyeknek való, hogy olyat, hogy ne legyenek érzékenyek, holott még nem is érzékenyek, de már úgy állnak hozzá. Igen? És még olyattól lesz érzékeny? Hát erről most hagyjuk, igen, nem beszélünk. Igen, a sztrókkal kapcsolatosan szeretnék kérdezni, van egy ismerősünk, aki elkezdte szedni a gombákat, de nagyon óvatos ruhaj. Tehát úgy, hogy összeelkezdte az ergét napi egyet. Mondtuk, hogy az nem biztos, hogy jó lesz, főleg, hogy ugye neki ilyen problémája van. És hogyha most elkezdi szedni ezt az adagot, ami itt föl volt írva, azt hiszem háromszor vagy négyszer három van. Miről? A szklerózis. Ja, igen, igen. Hogy ő neki, milyenkor a tapasztalat, hogy nyilván mondtad, hogy vagy három hét, vagy három hónap, amire javulás lehet ugye várni. Ilyenkor, amikor ő elkezdi ezt a megemelt adagot szedni, várható-e, hogy felerősödik neki a relegés? Nem várható. Tehát ugye mondtam, hogy a oroszlán sörény gombát adtam például négy szemet egy néninek, akinek remegett a keze, és már három hét után javult, pedig semmi más nem kapott, csak az oroszlán sörény gombát. Tehát az, hogy néha felhoznak tüneteket a gyógygombák, az egy nagyon-nagyon általános dolog, de az nem azt jelenti, hogy maga az a tünet erősödik fel, hanem inkább azt jelenti, hogy mondjuk más dolgot hoz fel esetleg, mondjuk ha az ergét adnám. De ez esetben, amit te például kérdezel, a szklerózis, hogyha ilyenkor elkezdem az adagot, természetesen nem a 4x2-vel kezdem meg a 4x3-mal, hanem a 3x1-jel. Jó? Tehát ilyen nagyon minimális adaggal kezdem. Mondjuk kaphat oroszlán sörényt 3x1-et, meg G-et mondjuk 2x1-et. És akkor hetente igen, így van. És akkor hetente mindig valamelyiken növelsz, amelyiken éppen gondolod, lehet mindegyiken egyet növelni, még lehet azt csinálni, hogy még azt is lehet csinálni, hogy egyik héten csak az egyiket szedi, mondjuk egy G-et, mondjuk egy hétig, akkor utána szedi az oroszlán sörényt, hozzáteszi még egy hétig, utána megemeli a G-et, és utána megemeli az oroszlán sörényt. Tehát így párhuzamosan lehet emelgetni hetente mindig egyik. De ez attól függ, hogy mennyire van lefáradva már az ember. Tehát, hogyha azért olyan nem vészes, csak mondjuk remeg, vagy nem mozog, vagy nagyon. Akkor ha nagyon, akkor az oroszlán sörényt sokkal bátrabban lehet emelni, a G-et meg lassabban. Ez egy ilyen általános. Mindig amelyik regenerál, azt jobban lehet emelni, bátran. Oroszlán sörényt nagyon szépen lehet emelni. Ott nincs is probléma általában, kivéve egyedül a bélbeteg. De az oroszlán sörény nagyon jól emelhető. A GLM már óvatosan kell emelgetni, mert mondtam, hogy van, akire egyetlen egy szem is nagyon hat. De azért úgy háromszor, kétszer, egy háromszor, egyel azért el lehet indulni. Amikor ott már reagálni fogod, már fogod érezni a hetente változásnál, mikor emelsz rajta. Én így vagyok. De semmi, tehát ott nem látok semmi olyat, amibe beleütköznél, hogy ott probléma lenne. Jó, hogyha nem kap mondjuk ergét. Mert azt nem adnék. Kordicepszet meg lehet, de a kordicepszet meg akkor óvatosan kell. Ha ő esetleg mondjuk nem kap vérhigítót, talán végre egy olyan eset, akkor mondjuk egyszer egy kordicepszet adnék mellette, mert azért az ott meg fogja az agykeringést javítani, pörgetni, akkor ott azért figyelni kell, hogy mennyire pörög, és akkor kétszer egy, és akkor megint csak lehet hetente még, de ott már nagyon nem kell emelni. Az oroszlán sörényt kell emelni nagyon. Igen. Lehet, hogy buta kérdés, de most már nincs először, úgyhogy... Igazából a kérdésem az lenne, mert ugye a gyógyszereknél többször elmondják, hogy ha valaki mondjuk vérnyomás csökkent a szert, és antibiotikum kúrát kell tartani, akkor a két gyógyszert ne szedje be egyszerre, hanem várjon mondjuk akár egy órát, vagy egy-két órát a két gyógyszer beszedése között. Na most ezeknél a gombáknál, amikor ugye több félét kell valakinek szedni, akkor ott mi a tapasztalat? Tehát egymás után beszélheti mondjuk az összeset, hogy az egyiket szedje be reggel, a másikat délbe, a harmadikat este, tehát hogy ez hogy működik? Jó a kérdés nagyon, bár igyekeztem egy kicsit kihangsúlyozni, hogy volt olyan, amikor hetente emeltem, csak hetente teszek általában hozzá. Most én nagyon gyakran használok három gombát egymás mellett, mert tudom a hatásukat, tudom azt is, hogy melyik mit fog csinálni. Persze, nem mindig egyszerre. Általában, ha napszakonként kérdezted ezt a megoldást, akkor azt mindjárt részletesebben napszakra bontva elmondom, de hogy hozzátenni, milyen ütembe teszem hozzá,
Ez pedig akkor, amikor az állapotfelmérést csinálom például, akkor nagyon jól látod majd egyszer, hogy pont úgy leszoktam írni a betegeknek, hogy egyes, akkor egy hétig, akkor két hétig. Ezt úgy értettem. Körülbelül még egy... Ja, jó. Csak ez, hogy napot, akkor napszakra bontva, napszakra bontva pedig inkább, ha konkrétan akkor ez irányba van a kérdés, akkor meg úgy néz ki körülbelül, hogy amelyik élénkít, az a GL, a cordyceps, ha élénkít már, és az oroszlán sörény is élénkít, mert az idegeket rendezi. Akkor őket napközben szedem, vagy teszem általában, és főleg úgy, hogyha még van egy, amiről nem beszéltünk, ha például fogyni akar, akkor többnyire evés előtt, de mindenképpen a nappali órákban. Amelyik pedig méregtelenít, mondjuk mint az RG, az öreg gomba, azt meg majdnem mindig estére adom, igen. Ez így nekem nagyon bevált, jobban regenerálódik a máj, hogyha este tisztítjuk, vagy esetleg még mondjuk délután. És akkor azt meg majdnem mindig úgy adom, hogy délután meg este, vagy csak este. Ha így az elosztást nézzük, nagyon gyakran úgy javaslom általában, hogy délelőtt és délután. De ezt főleg azért, mert az emberek teleszedik már magukat mindenféle gyógyszerrel, és nekem azok az emberek jutnak, és akkor ők már szednek eleve reggelire, ebédre, vacsorára gyógyszereket, tehát ahova én még be tudok tuszkolni neki egy párat, az lehet délelőtt, meg délután. Az egyéb órák. Konkrétan nem a gyógyszer mellé. Nem szoktam konkrétan a gyógyszer mellé. De nem azért feltétlenül, mert összeveszne vele, hanem azért, mert már nem bírja a gyógyszer. Tehát hogy bírja már szegény gyomra? Ha már veszed 8 tablettát mondjuk valami másból, és akkor általában nem szoktam még mellé tenni még 2 vagy 3, hanem akkor azt mondom, hogy hát akkor amikor úgy szabad a gyomra. Tehát úgy délelőtt, meg délután. Én általában egyébként is szeretek kétszer adni egy adagot egy nap, tehát terápiázni sokkal. Én nem szeretem, én sem magam sem szeretek 3-4-szer beszedni egy dolgot, tehát az bőven elég, ha meg tudják jegyezni, hogy 2-szer. Van, amikor jó, hogyha 3-szor, de most mindegy. Tehát én gyakran mondom azt, hogy délelőtt, meg délután. És akkor inkább az élénkítőket délelőtt, vagy esetleg még délután, meg este, amikor éjszakára például az RG-t. Jó? De így tényleg azért inkább, hogy szabad legyen a gyomra a kapacitása, hogy jobban felszívódjon. Nem fog egyébként okozni semmi problémát általában a gyógyszereknek a bevételével. Mondjuk van egy olyan esetleg, hogy például ha szed valami gyomorsav csökkentőt, akkor a gyomor regeneráló oroszlánsörényt nem fogom azzal együtt beszedetni vele, világos. Ez abszolút nem. Tehát egyébként is gyomorsav csökkentő gyógyszerrel, vagy gyomor nyálkahártya védő gyógyszerrel, ami majdnem ugyanazt csinálja, azzal majdnem mindig semmit sem jó beszedni, mert az ott azért az ott leállítja a felszívódásokat is. És mennyi idő teljen el körülbelül azután, hogy... Egy óra. De ez a délelőtt délután, ez teljesen erre való, jó? Tehát így akkor ott nem vész össze semmivel általában. Most, hogyha konkrétan felteszitek a kérdést, akkor konkrétan is meg lehet fogalmazni. És még az étkezés sem, hogy függ össze, hogy étkezés elő, vagy... Hogy aki szeretne fogyni, az már kikísérleteztem több páciensen, akkor ők egy órával evés előtt vegyék be. Mert akkor az anyagcserét gyorsítja, és akkor fogyaszt. Hogyha viszont valaki nagyon vékony, akkor neki kifejezetten szoktam inkább mondani, hogy akkor inkább evés után vegye be, akkor csak egy kicsit könnyíti az emésztés. De egy nagyon érdekes különbség, ez nagyon bejön. Pedig ugyanazt a gombát szedi. De egész más, ez sokkal gyorsabban gyorsítja a fogyást, hogyha evés előtt veszi be. Egy üres gyomorra veszi be. Fogyásra mit tanácsolsz? Szóval, fogyás. Kell egy béltisztítás, kell egy étvágycsökkentő dolog, ami itt van mondjuk egy porkeverék, és az megduzzasztja a gyomorban a folyadékkal önmagát, és akkor elveszi egy kicsit az étvágyat. Nekem az RG is önmagában egyébként, hogyha üres gyomorra szedem, a Ganoderma RG az nagyon szépen csökkenti az étvágyat, és a cordyceps is. Na most, amit én tapasztaltam, hogy a RGGL 3x1 mindig üres gyomorra, de itt be lehet, ez esetben kifejezetten, különleges módon lehet egy 3x1-et mindegyikből adagolni folyamatosan a nap folyamán, és akár egybe is az RGGL-t, és akkor is megindítja a fogyást üres gyomorra. Önmagában a spirulina is, de a spirulinát emellé jó tenni, délelőtt, délután spirulina 2x3, szintén üres gyomorra,
és az biztos, hogy ez önmagától fogyasztott. Egy ember egyszer 10 kilót fogyott ettől egy hölgy első hónapban, nekem egy konkrét ismerősöm, kolléganőm, ő pedig 4 hónap alatt fogyott 16 kilót. És még nem is tette a cordyceps-t hozzá. És aki a cordyceps-et hozzáteszi, az még plusz általában fogyott, mert még jobban megpörgeti az anyagcserét. Egy érdekes van, hogy ez a férfiaknál nem működik többére, de most ez komolyan, őket lefogyasztani az egy kényszerűség. Nem tudom pontosan megmagyarázni, próbálkoztam ismerőssel, és nagyon nehezen indul meg, de nem azon múlik, hogy ez nem hat, hanem azok a tipikus esetek, akik nem tornáznak mellette. Tehát aki sportol, ő megindul ettől, mert azért ez beindul. Na most a hölgyek sem mindig indulnak meg, ezt azért hozzáteszem, hogy van egy olyan speciális módszerem, amit szoktam mondani, hogy van egy teja, a ragadós galajteja, azzal meg kell indítani a vizenyőt, és akkor indulnak be a hölgyek. Tehát nők azért indulnak be nehezebben, mert náluk viszont a víz-visszatartás van, a nők így tartják maguknak a vizet, és akkor amikor ezt meg tudjuk indultani, ezt a nyirokkeringést, akkor indul meg jobban az egész. Nekem a kávétól is. Tehát az, nekem az is nagyon jó működik vizelethajtónak. Na jó, hát olyan meg, hogy megint a csoda fenyen beszélnek a vékony emberek. Na, aki egyszer csak úgy igazából probléma eléd áll, majd akkor őt, igen. Majd 30 év. Ja, jós vagyunk már benne ki. Amíg meg tudom kötni a futócipőt. Jó, na látod, amíg a futócipőt betud, addig biztos, hogy megindul a fogyás. Pont ezért. Refluxra kérdezhetek, tehát mi van akkor, hogyha valaki szed refluxra gyógyszert mellette, hogy merje kezdeni mondjuk a cordycepset, ahol jól emlékszem azt, igen? Úgy, hogy teázni kezd. Jó, tehát itt ez a lényeg, hogy akinek fáj és nagyon érzékeny a gyomra, ott be kell rakni valami fajta olyan teát, ami védi a gyomrát, mert nagyon érzékeny a gyomru, főleg ilyen a körömvirág teja. Jó, ez az egyik. A másik, hogy ha nem tudod, hogy mit csináljál, akkor majdnem mindig egy cordyceps és egy gél az még semmi rosszat nem csinál, tehát még az ilyen beteggel sem, akinek érzékeny a gyomra, és akkor le tudod tesztelni, hogy milyen a hatása. És akkor egyébként kezdje úgy, hogy egy gél meg egy cordyceps, tehát mondjuk reggel meg vagy délelőtt meg délután, vagy reggel meg délben, és ő neki nem üres gyomorra, szó sincs róla. És akkor például utána felnöveli kétszer egy GL-re, meg háromszor egy GL-re, és akkor lehet megint növelni a cordycepsen. Tehát a GL mindig a védő, tehát ő a GL-ből bőven adhat többet, mert az nem fogja bántani sose a gyomra. De azt nem tetted, hogy ilyenkor nem lehet mindig elhagyni ugye egy gyógyszert itt is, sosem helyette, hanem fokozatosan. Soha, ezt felejtsétek is el. Tehát, hogy egyszerűen ilyet nem is mondunk, jó? Tehát ez most csak azért, mert általában ilyen van, azért el szoktam mondani, de nem erre kell kihegyezni a figyelmet. Tehát az majd akkor, ha ő majd megkérdezi, vagy majd nagyon akarod őt, vagy nagyon családtag, és nagyon szeret, nagyon családtag, jó? Tehát a nagyon családtagot le lehet esetleg majd irányítani, de az nagyon fontos, elmondtam, hogy legalább akkor, amikor már 3 hétig közben feltuningoltad őt valamelyik szerrel, vagy valamelyik. Igen, akkor már 3 hét durván. Tehát 3-4 hétig már szedi, akkor már majd egy picit esetleg el tud venni. De lehet, hogy csak a második hónapban érdemes ezzel a témával egyáltalán foglalkozni. Mert úgy is fogja őt. Tehát az a legjobb, hogy magától érzik. Tehát magától fogja mondani, mert érzi, hogy jobban van, mi a csodának szedem még azt a jó esetleg ilyen előfordulhat. De akkor a refluxos üres gyomorra nem. Nem, retuszos, nem kell, hogy üres gyomor, semmi. Az egyen. Persze, az csak egyen. Így van. Nyugodtan. Köszönöm szépen. Sziasztok.